Akkor tisztelettel és szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, jegyzőasszonyt, alpolgármesterasszonyt és valamennyi kedves megjelentet, intézményvezetőket és a lakosság részéről megjelent vendégeinket. Megállapítom, hogy a képviselőtestület valamennyi tagja jelen van, tehát a testület határozatképes, így a testületülését megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolom elfogadni Bognár László és dr. Gyöngy Mónika képviselőtársaimat, amennyiben a képviselők ezzel egyetértenek, kérem kézfelemeléssel jelezzék. Köszönöm szépen! A testületi meghívót mindenki megkapta, és szeretném ismertetni a mai testületi ülés napirendi javaslatát. Első napirendi pontként az Aszódi Központi Orvosi Ügyelet 2014. évi működéséről szóló beszámoló megtárgyalását javasolom. Második napirendként az Észak-Kelet, Pest és Nógrád megyei regionális hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi önkormányzati társulás közismert nevén, mint a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. Törzstőke pótlására támogatási pályázat benyújtásáról döntés. Harmadik napirendi pontként a Lehel utcai ingatlanok szennyvízcsatorna hálózata kiépítésére tekintettel a tulajdonosokra áthárítandó hozzájárulás összegéről való döntés. Negyedik napirendi pontként a régi könyvtár az Arany János utca 1 szám alatt lévő önkormányzati épület megvásárlására benyújtott kérelmek megtárgyalása. És ötödik napirendként ugye tájékoztatás a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. Ez a napirendi meghívó, illetve javaslat ment ki írásba a képviselő társaim részére, viszont nagyon gyorsan pörögnek itt az események, ezért módosító, illetve kiegészítő javaslatot szeretnék tenni a napirendre vonatkozóan. Azt szeretném javasolni, hogy a orvosi ügyelet beszámolója után második napirendként tárgyaljuk meg a Játéksziget napközi otthonos óvoda működésével kapcsolatban beérkezett szülői reagálásokat, panaszokat. Ez lenne a második napirend. Természetesen ennek következtében a Zöld Híd Régió lenne a harmadik napirendi pont, negyedik maradna a Lehel utcai ingatlanok. Itt szeretném kiegészíteni ezt a napirendet azzal, hogy mivel a múlt héten csütörtökön a Lehel utcában az ivóvíz hálózat is teljes egészében elkészült, és rákerült, tehát rácsatlakoztatásra került a teljes ivóvíz hálózatra, így tehát a Lehel utcai ivóvíz hálózat kiépítésére tekintettel a lakosok által fizetendő hozzájárulás összegéről is döntsön a testület. Nagyon fontos, miután itt nagyon sokan már azért nem kapnak régóta lakhatási engedélyt a felépített házukra, mert hogy nem volt kiépítve az utcában az ivóvíz, tehát nagyon fontos, hogy meglegyen a hozzájárulás állapítva, hogy azonnal rá tudjanak csatlakozni az ingatlanra, vagyis az ingatlant a ivóvízhálózatra, és akkor maradna tovább a régi könyvtár megvásárlására benyújtott kérelmek megtárgyalása, és szintén pénteken és ma érkezett még 3 kérelem, amit pótlólag szeretnék felvetetni a képviselőtestülettel napirendként, a Ne Felejts Együttes támogatás iránti kérelme. A következő lenne a Karitás csoport támogatási kérelme, és a következő Ceglédi Gyuláné közterület használati engedély iránti kérelme. Remélem, így elég érthető volt. Annyi minden történt, hogy így kénytelen vagyok kiegészíteni, hogy ne kelljen jövő héten újra testületülést tartani. És akkor most megkérdezem a képviselő társaimat, van-e egyéb napirendi javaslatuk? Én szeretném megkérdezni, hogy a Játéksziget napközi otthonos óvodára vonatkozó dolgokat miért nem zárt ülésen beszéljük, illetve javasolnám, hogy zárt ülésen beszéljük. Azt gondolom, hogy azért nem zárt ülés, miután beszkennelve minden képviselő megkapta az ide vonatkozó szülői panaszokat,
az a képviselőtestületnek van címe, címezve, tehát nem titok, azon kívül, ahogy látom, nagyon sok óvónő és szülő megjelent. Én azt gondolom, hogy ez miután a lakosság nagy részét, nagy, sok családot érint, ezt nem zárt ülésen kell tárgyalni, azon kívül a vezető óvónő is a válaszában szembesítést kért. Azt gondolom, hogy akkor itt a lehetőség, egy nyílt ülésen mindenki mondja el, hogy mit miért tett, ki mivel nem ért egyet, úgyhogy nem gondolom, hogy ez zárt ülés témája kellene, hogy legyen. Egyéb napi rendi javaslat? Jó, Kalcsó úr. Én is a játékszigeddel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy gyakorlatilag olyanunk kell majd vitatkoznunk, amiről nem beszéltünk. Ugyanis minden egyes átszervezéshez először a testületi döntés kell. Most kaptunk itt egy anyagot, lehet rajta, nem akarom úgymond őket bántani, akik részt vesznek, nyilvánvalóan fétik a gyereküket, mende mondákra alapozva vitatkozni, csináltunk belőle egy ilyen valgamenti cirkusz, ebből ez gondolom, hogy nagyon jó lesz, gondolom a programmester örülni fog neki, én megmondom őszintén, én nem örülök neki, én azt szeretném, ha elnapolnánk ezt a dolgot, és beszéljük meg úgy, ahogy az Éva mondta, zár körül beszéljük meg, miről szól a történet, aztán ki lehet a szépen gobogozni, hogy ki volt esetleg ennek a felbújtója, nem felbújtó, nem történt semmi, itt valakik állítanak olyakot, amiről szó sincs. Tisztelt képviselőtársam, szeretném elmondani, hogy polgármesterként nem szeretnék galgamenti cirkuszt, viszont azt gondolom, hogy ha a képviselőtestülethez ennyi panasz érkezik, azzal foglalkozni kell. Nem zárt ülésen, nem elnapolva, mert hogy június vége van, és ezek nem titkok, ezek nem feltételezések, ezek leírt dolgok, úgyhogy én nem gondolom, hogy a szülők panaszát úgymond el kéne napolni. Én nem a szülők panaszára gondoltam, bocsánat. Ez gyakorlatilag nem is kerülhet volna, de ha egy normális polgármester vezeti ezt a dolgot, akkor nem is kerülhet volna falu elé. Mert én úgy gondolom, hogy egy jó vezetőnek az a feladat a többek között, hogyha valaki hülyeséget csinál, vagy ne egy Isten rosszat mond, meg rosszat sejtett, akkor házon belül lebonyolítani. Nem pedig ide kipellélni, beszélhetünk itt sok mindenről, én nem vagyok, nekem semmi titkom nincs senkivel kapcsolatban, én csak minősítem ezt a dolgot, hogy hova süllyedtünk. Jó, akkor szerintem most ezt fejezzük be, jó? Hogy jó polgármester vagyok, és vagy sem. Én azt gondolom, akkor jó polgármester egy polgármester, hogyha a falu panaszát kezeli, és nem eltusolja, és nem zárt ülésen, és nem szembesítésekkel foglalkozik. Én azt gondolom, hogy kellőképpen tájékozott a képviselőtestület ebben a témában, ugyanis minden szülői beadványt, az összeset, a vezetőóvónő válaszát kronológiai időrendi sorrendben beszkennelve megkapták, hogyha vették a fáradtságot a képviselőtársaim, és elolvasták az előterjesztéseket, mert ezek szerint nem biztos, hogy mindenki elolvasta, akkor nagyon jól tudja, hogy miről van szó. Tehát nem hiszem, hogy most derülnek ki újdonságok, mindent el lehetett olvasni. Napirendi javaslatra kérek, mást nem kérek, csak napirendre vonatkozó javaslatot. Bognár képviselőtársam. Köszönöm, ehhez kapcsolódik. Elég kardinális ügyről van szó, sokkal kisebb volumenű dolgokat is a szakbizottságok tárgyalnak ki. Tudtam, hogy a Szociális Bizottság sem foglalkozott ezzel az üggyel, úgyhogy az előttem szóló két képviselőhöz csatlakoznék, hogy először Szociális Bizottság keretében tárgyaljuk, és utána lehet nyílt ülésen, kamerák előtt elmondani, de azért alapozzuk meg megfelelően az eljárást. Köszönöm. Én továbbra is fenntartom azt, hogy ez a napirend egyértelműen a képviselők előtt van. Elolvashatták, azon kívül a megjelentek számából láthatják, hogy ez egy olyan kérdés, amit nem kell halogatni, és mindenki merje felvállalni, hogy mit miért csinált, és kinek mi a véleménye. Úgyhogy én továbbra is kérem, hogy a képviselőtestület fogadja el az általam kiegészített napirendi javaslatot. Úgyhogy kérem, hogy aki az általam elmondottakkal kiegészített napirendi javaslatot elfogadja, ezt kéz felemeléssel szavazzon. 1, 2, 3, 4, 5. Jó, akkor megállapítom. Megkérem Tóth Ilkónét, hogy vegye le a kezét, mert egyelőre a napirend elfogadásánál tartunk.
Nincs kérdés, most a napirendi javaslatot tárgyaljuk. Jó, tehát akkor 5 fő igen szavazatával a napirendi javaslat elfogadásra került. Tehát akkor, ahogy ismertettem, első napirendként az Aszódi Központi Orvosi Ügyelet 2014. évi működéséről szóló beszámolót tárgyaljuk meg. Ma jelezte az orvosi ügyelet vezetője, hogy sajnos részükről senki nem tud személyesen megjelenni, és hogyha a munkájukkal kapcsolatban esetlegesen képviselői vagy lakossági kérdés merülne fel a mai ülésen, akkor azt írásban meg fogják válaszolni. Képviselőtársaim ezt a beszámolót megkapták, de a jelenlévők és természetesen a lakosság tájékoztatása érdekében szeretnék egy pár dolgot kiemelni ebből a beszámolóból, mert hiszen úgy nem fogadhatjuk el, hogy a lakosság ne tudja, hogy egyáltalán ebben mi van. Az egészet nem kívánom felolvasni, mert tizenakárhány oldal, de röviden kiemelném ennek a tájékoztatónak a lényegét. Tehát tulajdonképpen ez az orvosi ügyelet, közhasznú társaság az ország 7 megyéjében és a fővárosban is működő 22 ügyeleti központtal bíró, közel 700 ezer lakost ellátó egészségügyi szolgáltatóvá vált. Alapellátási tevékenységük mellett kórházi ügyeleti szolgáltatást is nyújtanak, és sürgősségi osztályok működtetését is ellátják. Jelenleg több mint 305 orvost és közel 400 szakdolgozót foglalkoztatnak. Az alapellátási központi ügyelet célja és feladata az érintett lakosság házi orvosi rendelési és rendelkezésre állási időn kívül történő alapellátási szintű sürgősségi ellátása az adott területet ellátó mentőszolgálattal. Együttműködve a betegek ellátása részint az ügyeleti rendelőben, részint lakáson, illetve feltalálási helyen történik. Lapozok, mert nem kívánok mindent belőle felolvasni. Azt mondja, hogy az ügyeleti betegellátás szakmai színvonalának javítása és az egyébként kis számban jelentkező betegpanaszok további csökkentésének céljából központi ügyeleteink esetében törekszünk az országos mentőszolgálattal szoros együttműködésre, közös diszpécser szolgálatok működtetésére. Azt mondja, hogy hát ezt csak tovább olvasom. Fenti rendszer lényege, hogy a telefonos megkereséseket minden esetben az országos mentőszolgálat területileg illetékes irányító csoportjának speciális, ezen feladatra kiképzett mentés irányítói fogadják, akik számítógépes támogatás mellett egységes protokollok segítségével a szükséges adatok felvételét követően közvetlenül döntenek és intézkednek a feladat megfelelő progresszivitású szintű szolgáltatónak történő átadásáról, így lehetőségük van az eset ellátására leginkább megfelelő egység kiküldésére. Jó. Az Aszódi Központi Ügyelet a következő települések ellátását biztosítja: Aszód, Domony, Iklad, Kartal, Verseg. Az ügyeletben felnőtt és gyermekkorú betegek ellátása egyaránt megtörténik. Az ügyeleti rendelő Aszódon a szakrendelő intézet területén található a mentőállomás mellett. Az ügyeletben jelentkező tipikus sürgősségi esetek intézeti ellátására jelenleg hatályos beutalási rend alapján a 60-i Albert Schweitzer kórházban, illetve a Kistarcsai Pest megyei Flór Ferenc kórházban van lehetőség. Aztán mutat itt egy táblázatot, hogy 2014-ben melyik településről hány személyt láttak el. Ebben látjuk, hogy Kartal 578 esetben vette igénybe az ügyeleti ellátást. És hát itt még a vége felé tulajdonképpen hivatkozik az egészségügy, vagyis megemlíti az egészségügyben is tapasztalható nehézségeket. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az egészségügyben lévő anyagi és orvosi hiány ellenére igyekeznek
megfelelő színvonalon ellátni a feladatukat. Tehát azt mondja, hogy hangsúlyozni szeretnénk, hogy az aszódi ügyeleti körhöz tartozó települések lakosainak vonatkozásában sem betegtől, sem az önkormányzatoktól, sem az ANTS-től nem érkezett hozzájuk panaszbejelentés a 2014. évi ügyeleti működés vonatkozásában. Leírja, hogy a hazai egészségügy humán erőforrás helyzete drámai, ez mindenek előtt igaz az orvosi erőforrásokra, egyre kevesebben jelentkeznek orvosképzésbe, a diplomát megszerzett orvosok egy része nem folytatja az egészségügyben a pályafutását, másik részük már a szakképzést is külföldön kezdi meg, nagyobb részük pedig a szakvizsga megszerzését követően külföldre megy dolgozni, illetve ezt tervezik 2-3 éven belül. Több szervezet felmérése szerint is a 40 év alatti magyar orvosok 50%-a tervezi a külföldi munkavállalást, az itthon maradók korösszetétele pedig kifejezetten kedvezőtlen, hiszen a praktizáló orvosok 30%-a 5-7 éven belül eléri a nyugdíjkorhatárt, még rosszabb a helyzet az alapellátásban, a jelenleg dolgozó házi orvosok 25%-a ugyanis nyugdíjaskorú, 40%-uk pedig 55 évnél idősebb. És akkor nagyon röviden még itt a végén, hogy ha azt tekintjük, hogy a folyamatosan növekvő orvosi díjigények mellé milyen esetleges forrásbővülés állt a Orvosi Ügyelet Kft. Vagy Közhasznú Társaság rendelkezésére az elmúlt évek során, akkor sajnos lehangoló a kép. Az OEP ugyanis az elmúlt 8 év során egyetlen alkalommal 2 évvel ezelőtt emelte meg az alapdíjat 40 forint per fő per hóról 42 forint per fő per hóra, azaz 5%-kal, és az elmúlt 8 évben bekövetkezett gyógyszerár növekedést sem volt képes fedezni ez az emelés, nemhogy bármilyen költségnövekedést. A jelenlegi ügyeleti humán erőforrás helyzet kezelése már rövid távon is fedezett növelést fog igényelni. Összefoglalva az eddigiek alapján elmondható, hogy a fent részletezett nehézségek ellenére a központi ügyeleti szolgáltatás a 2014. év során folyamatosan, biztonságosan és szakmailag mindenben megfelelő színvonalon állt az érintett 5 település lakosainak rendelkezésére. Ugyanakkor az országosan tapasztalható alulfinanszírozottság és a rendkívüli humán erőforrás hiány okán jól tervezett és felelősen meghozott közös döntések lehetnek szükségesek az ellátási hatékonyság további növelésének megteremtéséhez. Ez a beszámoló Debrecenben március 5-én készült, hozzánk elérkezett május 18-án, és aláírta dr. Jancsó Zoltán szakmai vezető. Képviselőtársaim elolvasták, nem tudom, van-e ezzel kapcsolatban kérdés, amit csak továbbítani tudok megválaszolni, valószínű, hogy nem százszínű. Nem kérdésem lenne, hanem ugye tudjuk, legalábbis sokan tudják a jelenlévők közül is, hogy tegnapi nap folyamán egy jótékonysági rendezvény volt, kimondottan az STK az orvosi ellátásnak a megsegítésére, és erről szeretném, hogyha néhány szót. Ez az orvosi ügyelet nem tartozik a rendelőintézethez. Hát, hogy kapcsolódnak-e, azt nem tudom, de igazából ez egy külön szervezet, egy non-profit közhasznú társaság. Egyébként volt már olyan aszódon tartott rendelőintézettel és egyéb napirendekkel foglalkozó polgármesteri összejövetel, ahol ott volt már az orvosi ügyelet képviselője, ő már ott jelezte, hogy valószínű, hogy vagy létszámot csökkentenek, vagy az önkormányzatoktól kérnek további díjat, vagy emelik a díjakat, vagy ez az egész orvosi ügyelet aszódon megszűnne, és mondjuk átkerülne 60-hoz. Egyelőre még abban maradtunk azon a polgármesteri megbeszélésen, hogy próbálnak inkább létszámot csökkenteni, hogy ne kelljen az önkormányzatok fizetési kötelezettségét emelni. Aztán, hogy ez mondjuk jövőre ismét, hogy köszön vissza ez a téma, ezt nem tudom, de tulajdonképpen nem a rendelőintézet részét képezik. Egyéb kérdés ezzel a napi rendi ponttal kapcsolatban?
Amennyiben nincs, akkor én kérem a képviselőtársaimat, aki az orvosi ügyelet 2014. évi munkájáról előterjesztett beszámolót elfogadja, azt kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta ezt a beszámolót. Akkor rátérnénk a második napirendi pontunkra, a Rákóczi úti tagovodába járó gyermekek szüleinek panasza az átszervezéssel kapcsolatban. A képviselőtársaim, mint a napirend tárgyalásakor elmondtam, mindent időrendi sorrendbe beszkennelve megkaptak. A lakosság tájékoztatásaként pedig el kell, hogy mondjam, hogy június 2-án érkezett hozzám 71 aláírással, illetve nem csak hozzám, hanem a képviselőtestületnek címezve szülői panasz, aminek röviden ismertetném a lényegét, hogy azt írják a szülők, hogy kérik a képviselőtestület segítségét, mivel mi szülők értetlenül és szomorúan állunk azon információk előtt, hogy szeptembertől a Kisovi nem fogad új gyerekeket, a csoportok átrendezésre kerülnek, és Urbán Attilánét, a Böbe néninket áthelyezik az óvodából, aminek következtében a Boglárka csoport egy óvónővel működik tovább. Ezek a változások közel sem apróságok, amelyek minden Kisoviba járó gyermeket, szülőt és szakembert érintenek. Így mindenképpen olyan ügyről van szó, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül, amiről feltétlenül egyeztetni, kommunikálni kell. A szülői munkaközösség és az általa képviselt szülők nevében kérjük, hogy a fent említett változásokat ne léptessék érvénybe, mivel sem szakmailag, sem gazdaságilag, de ami a legfontosabb, a gyermekeink érdekében nem indokolt változások ezek. A lehetőség, ami a szabad óvoda választásról szól, teljesen ellentmond annak, hogy új gyermekek nem kérhetik a Rákóczi úti tagovodába a felvételüket. Több szülő jelezte, hogy nem kívánja, nem tudja a nagyoviba hordani a gyermekét, így inkább választja az aszódi óvodák egyikét. Véleményünk szerint nagyon rossz hírét viszi az önkormányzat fenntartásában működő intézménynek, ha egy másik település intézményét választják a szülők amiatt, hogy helyben a jó hírű Kisovi már nem áll rendelkezésükre. Tudomásunkra jutott, hogy a fent említett hírek, pletykák hatására már van olyan szülő, aki Aszódra iratta be a gyermekét, ahol tárt karokkal várták a gyermeket. Sokan vagyunk a szülők közül olyanok is, akik kifejezetten a Kisovi híre és az ott dolgozó szakemberek jó híre miatt kértük ide a gyermekünk felvételét. Legendás a Kisovi szakmai hírneve és az ott dolgozó szakemberek tudása, szemlélete. Az óvónő váltás minden gyermek szempontjából rossz döntés. Ismerve a Kisovi történelmét, 3 éven belül 3-szor történik meg, hogy a gyermek ilyen változásoknak, gyermekek, ilyen változásoknak vannak kitéve. 3 év alatt elveszíteni 3 óvónőt, zárójelbe Magdi néni, Edit néni és most Böbe néni, érzelmileg igen megterhelő számukra. Nem gondoljuk, hogy 3-6 éves gyerekeknek a veszteségérzést minden évben el kell szenvedniük, amikor a stabilitás, főleg az érzelmi stabilitás az egyik legfontosabb tényező egy gyermek fejlődésében. Itt idézik a napközi otthonos óvoda pedagógiai programját, ezt nem olvasnám fel, mert ez bárki megnézheti az interneten. Folytatom a szülői panaszt, felháborító, azaz eljárási rend is, ami szerint pletykából, mások beszélgetéseiből informálódunk gyermekeink jövőjéről és sorsáról. Kiskorúsítva érezzük magunkat mi szülők, hogy a gyermekeinket érintő fontos kérdésekben nem kérdeztek meg minket, nem nyilváníthattunk véleményt, nem tiltakozhattunk. Emiatt maradt az a lehetőségünk, hogy önök segítségét kérjük, mint az óvoda fenntartóját. Véleményünk szerint erről az óvoda vezetőnek egyeztetnie kellett volna velünk, a Kisoviba járó gyermekek szüleivel.
az óvoda pedagógiai programjából maximálisan kitűnik, hogy a gyermek érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelése a legfontosabb feladata az óvodának. Azok az intézkedések, amelyeket az óvodavezető önhatalmulag ratifikált, maximálisan ellentmondanak az általa készített és a képviselőtestület által jóváhagyott pedagógiai programmal. A szülői munkaközösség nem tudja elfogadni azokat az esetleges válaszokat a vezető óvónő részéről, amelyek, és itt idézőjelbe írják, az intézmény hosszú távú terveiről nem köteles az intézmény tájékoztatni a szülőket. Itt az SMK véleménye van, minden hosszú távú terv, ami végül megvalósul, mindenképpen érinti a szülőket és a gyerekeket, így igenis kérjük a tájékoztatást. Egy olyan tervezés, ami pedig ilyen mélységben érinti a gyermekeket, mindenképpen tájékoztatást igényel. Partnerközpontú működést akarunk, főleg abban az esetben, amikor egy jól működő rendszer megbontására készül a vezető. Megint egy idézet. Az iskolai átszervezések is nyáron történnek. SMK erre azt reagálja, az iskolás és óvodás gyermekeket összehasonlítani semmilyen szempontból nem lehet, így arról sem adekvált vitatkozni, hogy melyik korosztálynak mit jelent a biztonság, a ragaszkodás, a szeretet, a kötődés. Megint egy idézet, vegyes csoport esetén akkor sosem lehet változtatásokat érvénybe léptetni. SMK írja, minden olyan döntést az SMK elfogadni kész, amely szakmai indokolt, minden esetben a fejlődést és a gyermekek érdekét szolgálja, és amely megfelelően egyeztetve van az érintettekkel, és természetesen nem sérti azok jogait. Létszámkérdés, idézet megint a pedagógiai programból, ezt nem olvasnám fel. Hivatkoznak itt a köznevelési törvény 4-es számú mellékletébe, ugye, ami meghatározza, hogy egy csoportban mennyi a minimum és a maximum. Az a tény, hogy összeszokott csoportokat megbontani készülnek, nagyon nagy nehézség a gyermekeknek és ezáltal a szülőknek egyaránt. Közölni egy kis csoportos vagy akár egy középsős gyermekkel, hogy szeptembertől nem egy csoportban leszel a barátoddal, testvéreddel, és az a felnőtt, aki neked a legnagyobb biztonságot nyújtja a szüleid után, a mindennapokban már nem lesz veled, nem kívánunk ilyen érzelmi terheket pakolni a gyermekeinkre. Tehát alulírott szülők, kérjük a tisztelt polgármestert és a polgármesterasszonyt és a tisztelt képviselőtestületet, hogy fenntartóként a gyermekeink védelmében, érdekében utasítsa Tóth Ilkó Mihályné óvodavezetőt, hogy szeptembertől a Rákóczi úti tagovoda változatlanul mind a szakemberek tekintetében, mind szakmai minőségében fogadja az új kiscsoportos gyermekeket, és várja vissza a középsős és nagycsoportos gyermekeket a nyári szünetről. Ezzel egyidejűleg érkezett egy sokoldalas, azt hiszem 5 oldalas szülői panasz, ami nem teljes egészében szeretnék felolvasni, csak a lényegét. Azt mondja, hogy a középső lányom, a kislány szeptemberben nagy csoportra készült, kaptunk egy levelet a nyár végén az óvoda vezetőtől, melyben közölte, hogy a Magdi óvónénit, ez még az előző évekre szól, elveszi a gyerekektől és áthelyezi a nagyoviba. Ez ellen mi, SMK-s szülők és a Magdi óvónéni is hevesen tiltakoztunk, kértük szépen, hogy ne tegye, ugyanis nagyon sok gyermeket ez nagyon megviselt. Ezek a gyerekek 3-4-5-6 évesek, akik a szüleik után az óvónéniket tekintik a legfontosabbnak, és nagyon kötődnek hozzájuk. Kérésünkkel süket fülekre találtunk. Hiába kértük, nem engedett, és végül abban egyeztünk meg, hogy egy évre teszi csak a Magdit a nagyovodába. Megvallom, pont az utolsó éve volt a lányomnak, amikor az iskola előtt állt, és betoppant hozzájuk egy teljesen idegen óvónéne a Böbe mellé. Most májusban a 3. lányomat irattam be a tüzépi óvodába, álmaimban sem gondoltam volna, hogy nem mehet oda. Mint kiderült, a szülő értekezleten a telepi gyerekeknek a nagyoviba kell járniuk. Nagyon felháborodtam ezen, és személyesen kerestem fel Tóth Ilkó Mihálynét. Aki közölte velem, hogy ez az önkormányzat döntése volt, egy új csoportot kell indítani a nagyoviba, és fel kell tölteni gyerekekkel. Kértem, hogy a kislány tegye át a tüzépi oviba, a Böbéhez és a Magdihoz, azt az ígéretet kaptam, hogy augusztus elején érdeklődjek, mert akkora tudja megmondani a választ.
Én nekem a nagy óvoda egyáltalán nem szimpatikus, ráadásul a lakóhelyünktől is jóval messzebb van, mint a tüzépi, ahol vegyes csoportok vannak, és én azt tapasztaltam, hogy a gyerekeimnek nagyon jót tesz, ha idősebb gyerekekkel vannak együtt. Ráadásul a szülő értekezleten az is kiderült, hogy most meg a Böbe óvónénit fogja áthelyezni a nagy óviba. A gyermekem érdekeit tartom a legfontosabbnak, kérdezném önöktől, hogy ami hosszú évtizedeken keresztül tudott jól működni, azt miért kell szétrombolni. Nagyon sok olyan szülő van, aki kifejezetten azért iratta volna a boglárka csoportba gyerekét, mert az óvónénikkel nagyon meg vannak elégedve, ráadásul én úgy tudom, hogy az áthelyezésről maga a Böbe óvónéni sem tudott, csak a szülő értekezleten értesült róla, hogy ő fog átmenni. Ez megdöbbentő, hogy egy vezető a kollégáival így viselkedik. Kihagyok egy pár sort, bizonytalanság miatt kaptam magam, ugyanis szentül meg vagyok győződve arról, hogy a gyerek nem járhat a tüzépi óviba, és innen Kartalról kiírattam és beírattam az aszódi lakótelepi óvodába, ahol tárt karokkal fogadtak, megmondom az őszintét, hogy vittem magammal Kartal jó hírét, nyilván a vezetőség miatt. Sajnálom, hogy ennek így kellett történnie, de én augusztusig nem fogok idegeskedni, hogy most jöhet-e a kislány, és én az én általam választott óvodába. Nagyon kérem önt, a testületet és az óvodavezetőt, hogy hagyják a tüzépi óvit élni, ahogy eddig is volt, és ne válasszák szét a már évtizedeken keresztül egyet dolgozó óvónéniket akaratukon kívül, az ő megkérdezések nélkül. 19-én érkezett még egy sokoldalas, most nem számolom az oldalakat, egy sokoldalas szülői panasz, amit szintén nem szeretnék teljes terjedelmébe felolvasni, mert telik vele az idő. Tehát szülőként ők úgy látták, hogy a gyermekük óvodai nevelése vegyes összetételű csoportban lenne megfelelő, ezért személyesen megkeresték az óvónőket, úgy a Ady Endre, mint a Rákóczi úti óvodába, mérlegelték az óvónők által elmondottakat, és ezt szerették volna közölni az intézményvezetővel. A spontán megkeresések nem jártak sikerrel, az intézményvezető a helyszínen kapott felvilágosítás szerint nem volt az intézményben, vagy otthonról dolgozott. Időpontot kértem a Játéksziget napközi otthonos óvoda vezetőjétől, ami óvónői közvetítéssel sikerült. Ezen a beszélgetésen a vezető óvónő szerint mi túlreagáljuk a helyzetet, túlféltjük a gyermeket. Elmondta, hogy a következő évtől átszervezéseket tervez, mely befolyásolja a Rákóczi úti és az Ady Endre utcai épületben indított csoportok számát. És akkor tulajdonképpen még sérelmezi, hogy többször adott írásos beadványt a vezető óvónő részére, mert a kislánya folyamatosan beteg volt, és ő ezt írásban bejelentette, hogy orvosi javaslat alapján már ebbe a tanévbe a kislány nem megy óvodába, és kérte, hogy szeptembertől pedig a Rákóczi utcai óvodába járhasson a kislánya. Április 27-én írták ezt a levelet, és tulajdonképpen május 19-én kaptak egy választ a vezető óvónőtől, amiben csak azt közölt, hogy tudomásul veszi, hogy a kislány már nem megy ebbe a tanévben óvodába, de az, hogy szeptembertől melyik óvodába járhat, erre azt mondja, hogy válaszra eddig nem méltatott. És akkor itt is ő is idézi a pedagógiai programot. És akkor, ahogy én kiküldtem a képviselőtársaimnak, kértem a vezető óvónőt, hogy minél előbb egyeztessünk, mivel ez nem történt, meg így levélben kértem, hogy válaszoljon, és akkor hát az óvónő válaszát mindenki elolvasta. Ő cáfolja azt, amit a általam első beadványban a szülők idéztek, szembesítést kért, idézi a köznevelési törvényt, a szülők által
leírtakat zavaros rágalmaknak nevezi, és tulajdonképpen ennyi ennek az óvodai történetnek a lényege, és én azt gondolom, amit az elején is mondtam, hogy ez egy olyan fajsúlyú kérdés, amit nem lehet tovább halogatni, mert a szülői beadványokból kitűnik, hogy ez sok embert érint, és sok családot zaklatott fel, és tulajdonképpen én most adnám át a szót Tóth Ilkó Mihályné óvodavezető asszonynak, és kérem, hogy ezt a intézkedését szakmailag, mert hogy a válasz a végén szakmai, gazdasági és a gyermekek mindenek felett való érdekének a figyelembevételével indokolja, úgyhogy kérem, hogy szakmailag, gazdasági számításokkal, és hogy ez miért szolgálja a gyermekek érdekeit, ezekre legyen szíves kitérni a tájékoztatásában. Az első kérdésem, ami lett volna, akkor most föltenni a polgármester asszonynak. Mivel a napi rendi pontokban nem szerepelt ez a témakör, és én csak nagyon véletlenül valamelyik napon az egyeztetéseink során egy hirtelen váltással kaptam információt öntől arra, hogy ezt a levélváltást fölteszi a képviselőhöz, és csak az én kérdésemre véletlenül kaptam választ arra, hogy ez napirendi ponton lesz ma. Ön fogja előterjeszteni, magánlevelet is kapott, azt a magánlevelet természetesen én nem ismerhetem. Majd valóban leírta, hogy írásban indokoljam meg, mit miért. Tehát az egyik kérdésem az lenne, hogy arra kíváncsi a polgármester asszony és a tisztelt képviselőtestület most, hogy a levélváltásokból, meg ezekből a pletykákból származó, miért csinálta a vezető, meg mit, miért, hogyan, kihibás, ki mit mondott, ki hogy mondta, erre kíváncsi-e, és mindenképpen ezen az úton szeretne tovább menni a leveleken keresztül. Hozzáteszem, hogy már 3-4 személynek a neve felmerült, aki esetleg nem biztos, hogy szívesen venné, tehát én úgy gondolom, hogy személyi jogot valamilyen módon csak érint a dolog. Ráadásul, ha további indoklásaimba beleindulok, akkor sokkal többet fog érinteni. Vagy én fogom kérni az zárt körű testületi ülést, és, vagy bizottságot, mindent el fogok magyarázni, emellett fogok most is azért mondani. Tehát nem volt benne a napi rendi pontban. Jó, akkor válaszolok. Június 5-én adtam oda a vezető óvónőnek az e-mailt, ami ugye ezt az első szülői panaszokat, amelyek idézeteket tartalmaznak, e-mail formájába adtam oda, azon még nem szerepeltek ugye az aláírások, mondtam, hogy aznap érkezett papír alapon, és ugye azon voltak már az aláírások. Ez volt 5-e. Kértem, hogy ez hiszem talán pénteki nap volt, hogy hétvégén a vezető óvónő legyen szíves ezt áttanulmányozni, és akkor beszéljünk róla. A testületi meghívót 12-én küldtem ki a képviselőtestületnek, mivel aztán nem jelentkezett a vezető óvónő, így írásban kellett, hogy felszólítsam, hogy legyen szíves legkésőbb 16-áig válaszolni. Én bíztam abba, hogy saját hatáskörében figyelemmel arra, hogy ismeri a köznevelési nemzeti vagy a köznevelési törvényt, saját hatáskörében talán úgymond rendet tesz itt a szülői panaszok területén, és mivel nem változott semmi, és a szülői panaszok még pénteken is érkeztek a múlt héten, mindenféleképpen azt gondoltam, hogy ezt most fel kell vetetni. Tehát ez azért nem volt a meghívóban, mert 16-a volt az ön határideje, a meghívók meg már 12-én kimentek. És bevált gyakorlat, ugye, hogyha időközben felmerül egy olyan kérdés, amit a képviselőtestületnek tárgyalnia kell, akkor azt felveszünk plusz napi rendként, nem ez az első alkalom. Az, hogy mire vagyok kíváncsi, ezt az előbb elmondtam,
Tehát én nem pletykákat, meg ide-oda rágalmazásokat akarok most a testületű lét sem tisztázni. Én azt kértem a vezetőóvónőt, 3 kérdésre adjon választ, hogy szakmailag mi indokolta ezt a intézkedését, milyen gazdasági számításokat végzett, hogy ez gazdaságilag miért jó az önkormányzatnak, és miért szolgálja a gyermekek mindenek feletti érdekét. Erre a 3 kérdésre kértem az előbb is választ, és kérem, hogy erre is szóljon. Meg is fogom adni, de még akkor én is hozzáteszem. Nem állja meg a helyét az, amit a polgármester asszony állít. 3-szor voltam önnél, én kezdeményeztem azt a fajta folyamatot, ami a szó nincs átszervezésről, majd erre akkor térjünk ki, hogy mit ír a köznevelési törvény. Én, miután beiratkoztak a gyerekek, mivel az első időszakban a polgármester asszony megvádolt azzal, hogy velem nem tud dolgozni, természetesen én váltottam, mert én képviselem a saját intézményemet, ezért elsőként a polgármester asszonyt kerestem meg, mivel 8 csoporttal működött az óvoda tavaly spórolás tekintetében, a gazdasági ok az ez volt. Viszont szakmai szempontból, mivel nagyok voltak a létszámok, ezért megkerestem teljesen konstruktívan a polgármester asszony, hogy mi a véleménye arról, hogyha én körüljárnám azt a tényállást, miszerint egy csoport üresen volt tavaly a központi óvodában, és az önkormányzatnak szerintem, én a 22 év alatt ehhez igazodtam, érdeke, hogy amennyiben lehet minél gazdaságosabban, személy szerint is, aztán a gyerekek szempontjából pedig minél ideálisabb létszámokkal dolgozzunk, mit szól hozzá. Teljes konstruktivitással azt mondta a polgármester asszony, egy Erzsike járt körül, ha megfelel szakmailag, akkor majd visszajössz, és akkor megbeszéljük ketten, majd visszük a testület elé, meglátjuk, hogy hogyan. Én megkerestem a polgármester asszonyt a munkatársi értekezletem után, az összevont szülő értekezlet után, ahol elmondtam a kedves szülőknek, hogy ugyanezt a felállást, hogy üresen volt egy évig a csoportunk, és a polgármester asszonyt megkerestem kikérni a véleményét, a jegyzőasszonyt megkerestem, hogy az alapítókiratunknak megfelelően jogi szempontból megfelele az elképzelésem, hogy visszaállítsam az eredeti állapotot, mert annyi gyerek van, hogy nem 28-29-es létszámmal kellene újból indítani a kicsiket, hanem van erre mindenféle jogi biztosítékom, hogy nem teszek rosszat. Megegyeztünk, hogy mivel az alapítókirat évek óta nem változott, ezért nincsen vele probléma. A következő lépésem a pénzügyi csoportvezetőhöz vezetett, ahol, hát aki tudja, tudja, aki nem, de az állami finanszírozás úgy működik, hogy ahány gyereket beíratnak az óvodába, azt az adatot kell egy rendszerbe beütni, és egy számítási módszerrel a szerkezet kidobja, hogy hány óvónő, hány asszisztens, az asszisztenst azt tudjuk törvényből, hogy mennyi jár, és én a pénzügyi csoport vezetőjével leegyeztettem, hogy amennyiben nem 8, hanem 9 csoportban működünk, és esetleg megesik, hogy kisebb létszámmal, mert akkor így a központi óvodába is nem 25-össel, hanem lehet, hogy csak 16-ossal, amit a törvény enged. Akadályozom-e a bevételét az önkormányzatnak azzal, hogy széllebb húzom a csoportokat? Azt mondta, hogy nem, kiszorozta nekem, kiszámolta nekem. Beütötte a Rákóczi úti óvodának a létszámát, és adott egy adatot a gép, ez most szakmai, majd beüttettem a központit, arra is adott a gép. Tehát megegyeztünk abban, hogyha én megpróbálom ezt úgy körüljárni, hogy 9 csoporttal működünk tovább, és az nem 28-as lesz mind, a 5-6 magas létszám helyett csak 3 marad, mert azzal már nem tudunk mit tenni, mert azok nagyok, de a kicsik viszont szépen a korosztályoknak megfelelően
indulhatnak. Jogi tanácsot kértem arra vonatkozólag, az egy másik helyről, hogy amennyiben csak 14-15, mert az alsó létszámhatár 13, hogy akkor egy óvónő és, ami kifelejtődött mindenféle levélből, kettő asszisztensünk is van, egy gyógypedagógiai asszisztens és egy pedagógiai asszisztens, tehát a kisebb létszámmal egy elképzelés volt a tervezethez, amit most azért kérdeztem meg, hogy mire vagyunk kíváncsiak pontosan, mert jó lenne, ha a végén majd tudnám az adatot is mondani, hogy akkor megszavazhassa a testület azt, hogy akkor hány romcsoport vagy hat csoport indul 25 fölötti létszámmal, de erre nem kaptam esélyt, hogy én ezt előterjeszthessem, se papíron, se vagy. Tehát mivel ezeket körüljártam, a szülőértekezletet megtartottam, majd lehet kérdésem lenne utána, aztán ezt majd visszatérnék rá, ahol ugyanezt a mondatsorozatot mondtam el a beiratkozós szülőknek. Majd az elhelyezésről aláírás van, tehát átvettek egy, itt van nálam véletlenül egy, mert azzal az anyukával meg is egyeztünk, hogy neki semmi esetre se alkalmas, majd előkeríthetem, ha kell, a központi óvoda, mert több műszakban dolgozik, tehát a testvérpár és például az az anyuka egyértelműen úgy ment haza, hogy felvételt nyert természetesen a helyére a tűzépi óvodába. Én bejöttem a polgármesterasszonyhoz utána hétfőn, hogy megtörtént az összevont szülőértekezlet, ahol én a szülőknek elmondtam, négy szülővel kellett úgy egyeztetnem, aki Hunyadi úti meg egyebek, akitől a jóváhagyásra megegyezést megkaptam, alá is írta a papírját, elvitte. Az összes többi pedig majd föl fogom sorolni, hogy helyi, tehát akár területi szinten hova tartozik, bár az alapítókiratunk nem ír körzethatárokat, tehát a szabad óvoda választás a köznevelési törvény értelmében azt jelenti, hogy a mi esetünkben, mivel nincs körzethatár Kartalnak, tehát van két tagintézmény, ahova 250 gyereket lehet felvenni, ez évek óta a fennálló képviselőtestületi határozat. És mivel nem született azóta a változás, ezért a gyereklétszámnak a függvényében, meg a törvénynek minden szempontnak a függvényében, ezeket a gyerekeket, mivel a helyszínek megvannak, lehet elhelyezni így is, lehet elhelyezni úgy is. Én akkor bejöttem, és jegyzőasszony is, az a harmadik eset volt már, amikor jegyzőasszony is ott volt, helyet foglaltatott a polgármesterasszony velem, sőt, még meg is kereste nekem, hogy melyik napon lesz a testületi ülés, és abban maradtunk, hogy ha jól emlékszem, a múlt héten, vagy kedden, vagy szerdán, ezt azért fejből nem tudom, lényegtelen, tehát abban egyeztünk meg, hogy megkeresem a jegyzőasszonyt az eredeti megbeszélésünk értelmében, megnézzük, hogy milyen adatokra jutottam, milyen problémák adódnak és milyen ütközések, megbeszéljük, majd utána hozzuk a testület elé. Én úgy gondoltam, és el is mondtam a kollégáimnak, mindenkinek, hogy a polgármester asszony nagyon korrekt volt velem szembe, úgy gondolom, hogy a kettőnk közötti munkakapcsolat nagyon helyére került, mert szépen, ahogy én ezt eddig is szoktam évtizedeken keresztül, az előző polgármesterrel is, majd az előző mindenkivel, jegyzőasszonnyal mindig szoktam egyeztetni egy ilyen nagy volumenű eseménynél, tehát nem magamtól döntök önhatalmulat. Na miután én innen elmentem, és úgy gondoltam, hogy akkor jövök, és megbeszéljük, és természetesen hozom a bizottság, oktatási bizottság, én is erre gondoltam, hogy akkor járjuk körbe. Majd megkaptam másnap reggel tértévevénybe azt a felszólító levelet, amiben benne van az, hogy ha sokan is vagyunk, idő is van, és a polgármester asszony is csak mondjuk a fontosabbakat olvasta föl, azokból a levelekből, amit szeretett volna.
de itt van, hogy június 5-én személyesen átadtam önnek ezt az e-mailt, melyben szülők kérik, stb. Ezt el is mondta, hogy ön átszervezést tervez. Az átszervezés fogalmát majd felolvassuk mindjárt, szerintem bármelyik jogász kapásból elmondja, aki ismeri, de egyébként az összes kollégám tudja, hogy az a köznevelési törvényben mit jelent az átszervezés, mint fogalom. Mert ez, ami most zajlik, ennek köze nincsen ahhoz, csak úgy előre bocsájtom. És igen, kértem, hogy mielőbb tanulmányozzát a szülői panaszt, szakmai indokaival keressen fel. Időközben tudomásomra jutott, hogy a szülők és az övőnök azt a tájékoztatást kapták öntől, hogy az átszervezés a polgármester, a jegyző és a pénzügyi iroda vezetőnek kifejezett utasítására történik. Ezt ön is tudja, hogy nem felel meg a valóságnak, ilyen utasítás a többi törvényre hivatkozva, természetesen tudom. Azért jöttem ide, mert tudom, hogy önállóan átszervezést én nem tehetek meg, miután nem is akartam. Csak elrendezni azokat a gyerekeket helyesen, ahogy azt én megszoktam éveken keresztül. Ez az egyik. A másik pedig minden önkormányzati képviselő, meg aki jártas az önkormányzati törvénybe, azt is tudja, hogy elvileg, nem elvileg, hivatalosan, de jegyzőasszony talán megerősíthet benne, utasítást az intézményvezetőnek, főleg átszervezésre, ilyesmit nem adhat, nem adhat a pénzügyi bizottság csoportvezetője se, nem adhat a polgármester se, és nem adhat a jegyző se. Átszervezés csak az önkormányzati képviselő testület tehet, alapító okirat módosítással. És most azt szeretném megkérdezni a polgármester asszonytól, tudja-e most per pillanat, hogy ez a nagy levélváltásos, felolvasott, részben felolvasott, és továbbra is azt mondom, személyiségi okokat sértő, és majd esetleg, ha szóba kerül más személynek a neve is, akkor ezt vállalni kell mindenkinek, hogy hol sérti meg a személyiségi okokat. Kérdezem a polgármester asszonytól, hogy tudja pontosan, hogy hány gyereket érint az idézőjelben, meg a nem idézőjelben ideírogatott, az ön által is írt levélben hozott szándékom, a Rákóczi úti óvodából hány gyerek van, aki a saját hatalmi szavamra átkerül abból az óvodából. 71 aláírás született. Egyelőre most megkérdezem, majd aztán felolvasom, hogy hogy állok én ezzel. Mert itt van egy központi levél, amit én minden szülőnek ki akartam adni, csak mivel május 27-én született, mert az e-mailes levélről tudtam, csak lövésen fogalmam nem volt, hogy mi lehetett abba beleírva, tehát én úgy döntöttem, hogy azoknak a szülőknek, akiknek szánon, akik maradnak, megírom név szerint saját aláírásommal, pecséttel a teljes rendjét ennek az egésznek, hogy belenyugodjanak abba, hogy mi újság van, meg hogy tártalan az a pletyka, amiket itt már én is hallok, meg szerintem tele van a falu vele, hogy bezárjuk az oldalt, sőt, még olyan is, hogy én akarom bezáratni. Tehát tudja a polgármester asszony, ezek után, hogy idehozta ezt az egész anyagot így, egyeztetés nélkül, hány gyereket érint az, hogy a Rákóczi úti óvodát el kell hagynia? Mielőtt válaszolnék erre a kérdésre, megcáfolnám azt, amit az óvodavezetőnő állított, ugyanis személyes egyeztetések ebben az ügyben nem voltak. Egyszer egy péntek délután hívott fel telefonon, hogy megtörténtek május végén az óvodai beiratkozások, és hát mit szólok hozzá, hogyha ő a Rákóczi úti óvodából egy csoportot, meg egy óvónőt és egy asszisztenst átvisz az Ady Endre utcai óvodába. Ez telefonon történt, és mondtam, hogy nézd, Erzsike, te vagy az óvodavezető, te vagy ennek a szakembere, ha szakmailag ez indokolt, én áldásomat adom rá.
Ezt követően ebben a témában, ahogy mondtam, június 5-én a megkapott e-mailt átadtam. Ebben a témában többet hozzám az övödavezető asszony nem jött egyeztetni. Egyszer jött be, amikor jegyző asszony az irodámban volt, tehát úgymond tanúm is van rá, egészen más téma miatt jött be, arra, hogy ugye a nyári étkeztetést meg kell oldani, és hogy akkor ő vesz fel egy szakképzett szakácsot, tehát ilyesmiről volt helyettesítésre, erről volt szó, és én akkor kérdeztem rá, hogy sikerült-e már átnézni az e-mailt, és mikor kapok rá választ. Tehát ezek a bizonyos, sokszori egyeztetések, ezek nem történtek meg. Természetesen tudom, már pedig a vezetőjogúrnő válaszából, hogy 38 gyereket érint a változás. Az, hogy miért írtak 71-en alá, azért, mert aláírtak nagymamák, édesapák, sőt még gyerekek is. Mert gondolom, a saját érdeke miatt mindenki aláírhat. Tehát nem gondolom, hogy az aláírások számával kellene foglalkozni. És az engem nem zavar, de akkor folytatnám, ha megengedik. Akkor még nem fejeztem be. A köznevelési törvényt én is tudom. Jogász voltam, vagyok. Az, ami most történik, az igenis bele tartozik az intézmény átszervezésként felsorolt törvényi paragrafusba, mert hogyha változik a feladatellátás helye, tehát akik eddig jártak a Rákóczi úti óvodába, és most már nem járhatnak oda, azon kívül a maximális gyermek létszám meghatározása is átszervezésnek minősül. Tehát én azt gondolom, hogy mielőtt a vezető óvónő a szülők által leírt kijelentéseket, és úgymond a gyermekeknek az aszódra való beiratását érte el ezzel, előtte kellett volna testület elé hozni ezt, hogy mit tervez, hogyan kívánja változtatni a csoportok elhelyezését, a csoportok létszámát. Erre ennyit válaszolok. Jó. Jegyzőkönyvben mondom. Minden jegyzőkönyvbe kell. De természetesen a polgármester asszonnyal ezentúl csak jegyzőkönyvvel vagy tanúval fogok értekezni. Ezt vállalom, a következményeit is. A másik pedig az egyeztetéseimet majd mindjárt sorolom. Május 27-én a következő levelet írtam a kedves szülőknek, amivel biztosítani akartam őket, hogy így zajlik, hogy tudják biztosan. Azért nem adtam ki, mert utána kaptam meg az e-mailt, és úgy döntöttem valóban, hogy akkor találkozzunk személyesen bármelyik szülővel, bárhol, bármikor, és akkor most ezt felolvasom. Elnézést, bocsánat. Egy szülőként szeretném most itt egy kis megjegyzést tenni, tehát hogy most én azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon értékes az ideje. Nagyon sokan bejelentettem rá még a képviselőtől. Olyan levelet, könyörgöm, ami soha nem kerül elküldésre, én nem szeretnék meghallgatni, rendben mert van. Ilyen leveleket én is tudok mondani, bármelyikről tud mondani. Akkor nem mondok levelet. Tessék egy kicsit én megvárni, jó? Még bocsánat, jó igaza van. Tessék, folytatom. Én nem kívánok olyan levelet, amik soha nem lettek elküldve, soha nem kaptam egy egyetlen szülő sem, azokat el lehet felolvasni, azt gondolom, hogy mi lett volna, ha, és milyen szándékom volt, és ez lesz mögük a tények, akkor én azt gondolom, hogy, tehát, hogy ez egy demokratikus forma, amiben most ülünk, és mesékbe, tehát gyerekekről van szó, valóban óvodai jelentésről van szó, de én azt gondolom, hogy mesékbe egyikünk sem menjen bele, mert el fog veszni a lényeg. A lényeg akkor mondom. Elnézést, én szeretnék még egy gondolatot hozzáfűzni ehhez, hogy pedig annyit, hogy én is nagyon vártam az intézményvezető levelét. Most már május nem tudom, hogy körülbelül 20-a óta várjuk. Április 27-a óta vártuk az elsőt, május 20-a óta várom a másodikat, és a mai napig nem kaptam választ, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha ezt a nem levelet itt a helyszínen válaszként megírna, és válaszolna arra az egyszerű eldöntendő kérdés, hogy engedélyezi a gyerekem áthelyezését a Rákóczi úti óvodába vagy nem, és tájékoztatni azzal kapcsolatban, hogy ha igen, akkor mikortól és mi módon, ha nem, akkor mi a feladatom ezzel továbbá tudni szeretném. Mert az intézményvezető asszony állítása szerint, amit márciusban mondott nekem, az átszervezés a mi ügyünket is érinti, legyen szíves tájékoztasson mindannyiunkat arról, hogy az átszervezés, amit tervez,
hogyan, milyen módon, milyen személyi feltételekkel a szakmaiságot hogyan fogja biztosítani, a gyerekek jogait hogyan tudjuk érvényesíteni, a véleményünket miért nem hallgatja meg, a kérésünket miért nem reagál. Én mindannyiszor a családunk nevében megadtam önnek a tiszteletet, szíves segítségét és megértését kértem a saját ügyünkben, és én úgy látom, hogy a jelenlévő szülők ugyanúgy állnak önhöz, ahogyan a képviselőtestület tagjai is, és a polgármester asszony is. Őszintén kérjük, Erzsike, válaszoljon végre, és mondja el, hogy miről szól ez az átszervezés, ami mindannyiunkat érint. És akkor majd el tudjuk dönteni, hogy itt hagyjuk ebben az óvodában a gyerekeinket, vagy mondjuk elviszünk a szódra, ahol tártkarokkal fogadnak minket. És nagyon örülnek neki, hogy feltöltetik a gyerekvédszámot, és még valamit. A köznevelési törvény kötelezi a szülőt arra, hogy megadja a tiszteletet a pedagógusnak, az intézményvezetőnek és a gyereken nevelésével foglalkozó minden személynek. Ugyanakkor a pedagógus kötelezi arra, hogy ugyanezt a tiszteletet megadja a szülőknek, minden munkavállalójának és a gyerekeknek is. Én úgy érzem, hogy ebben az esetben a kölcsönös tisztelet megadása nem történt meg, ahogyan a tájékoztatási jogunkat is megkérdőjelezve láttuk, szintén a köznevelési törvényben foglaltak szerint jogunk van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjunk. És nem adhok a kisújunkból kiszokváltunk ide ön elé, mert meg vagyunk sértődve, hanem a mi ügyünk például március óta húzódik. És nagyon szeretném azt tudni, hogy mikorra fogunk öntől érdemi választ kapni. És úgy gondolom, nem csak én, hanem például az oktatási jogok miniszteri biztosa is, hogy minden esetben, amely oktatási, jogi vagy érdekű problémát jelent, igenis az első és legfontosabb dolog az, hogy kommunikáljunk, megbeszéljük, és minden szülő, SMK-s szülő, család nyitott tanál ahhoz, ha az óvoda átszervezést tervez. Mindannyian együttműködőek vagyunk, ha elmondják, hogy mit szeretnének. Úgyhogy nagyon kérjük, hogy koncentráljunk erre, tudjuk meg, hogy mi várható, és utána haladjunk tovább. És én kiegészíteni annyiban, hogy itt, ugye itt hosszú percig lovagoltak az átszervezés fogalmán és definícióján. Most szeretném kiemelni, hogy a szülői levélben változtatásokat említettünk, nem átszervezés, de azt gondolom, hogy itt is a lényeg veszik el. Tehát a számok vesznek el. Az veszik el, hogy 12 gyerek kívánta volna a kisújban megkezdeni szeptembertől a tanévet. A szülő értekezletről, a szülőtől ez egyértelműen visszajött ez a pontos számadat, és jelen pillanatban 2, maximum 3 gyermek kezdheti szeptembertől, és erről is az egyik szülő, akivel személyesen jól magam beszéltem, 2 nappal ezelőtt még semmit nem tudott arról az állítólagos értesítésről, hogy valóban engedélyezve van számára a kisomi. Tehát úgy tűnik, hogy ez jelen pillanatban kegyként van, ezek szerint rendelkezésre állhat kegyként ez a lehetőség, miközben nyilván, hogy ezt levélben is kifejtettük, nem véletlenül ragaszkodnak egyes szülők, és egyes családok ahhoz, és azért van 71 aláírás valóban, mert egy óvodába járatás, már nem abban a korszakban élünk, hogy csak egy anyukát érint, nagyon fajlagosan érinti akár a nagyszülőket, akár egy babysittert, akár egy apukát, nyilván nem fontossági sorrendben mondtam, tehát innentől kezdve ez a téma, ez igenis, és én mikor szeretném azért azt is megköszönni, hogy van erre lehetőségünk, és tényleg ilyen demokratikus keretek között erről beszélni, és nagyon féltem, hogy esetleg ez nem fog az elején, hogy nem fog megvalósulni, pedig ennek igenis helye van. És meg nem írott levelekről, meg nem adott válaszokról, én azt gondolom, hogy egyikünk sem szeretne hallgatni. És kicsit ismerve a szintén szülőktől az elmúlt 3 évnek a történetét, én azt gondolom, hogy az vezető óvónő tulajdonképpen semmi másra nem készült erre a tanév, a következő tanévre sem, mint eddig bármikor, csak egy valamivel nem számolt, az pedig mi szülők, akik eddig kiskorúsítva voltunk, és nem voltunk megkérdezve, és úgy volt, hogy meg esetleg szeptemberre majd esetleg az indulatok alá hagynak, nem hagynak alá az indulatok, nagyon sok gyermeket érint ez a dolog, nagyon sok szülők. És kartoni lakosok vagyunk, és igenis én azt gondolom, hogy nagyon nagy szégyen, és sajnálom, hogy az anyuka, aki konkrétan a szódra átvitte a gyerekét, sajnos a munkahelyért nem tudott ma itt lenni. Telefonon megerősített abban, hogy őt is képviselhetem.
azt mondja, hogy tárgyalókkal várják a gyermekét, és azt a hírét viszi a kartoli óvodának, hogy nem kell, ő ugye nem kell szeptembertől, mert vagy nagyobbi, vagy köszönjük szépen, mert szó akar. Én azt mondom, hogy ez nem eljárásrend, ez nem elintézési módjának a dolognak. Tehát lehet itt sejtetni dolgokat, meg lebegtetni dolgokat, és lehet most azt is mondani, hogy természetesen az egész csak egy fikció, és az egészből nem lett volna semmi, de azért nem lett volna az egészből semmi, hogyha nincs ez a mai képviselőtestület ülés. És én azt gondolom, hogy ez egy színjáték, és ebben mindenki eltállt. Úgyhogy én nagyon szépen kérem, hogy beszéljünk a számadatokról, arról, hogy miért kellett a nyilatkozatot aláírni a szülői értekezleten anyukáknak, hogy nekik jó, akkor tulajdonképpen jó lesz a nagyobbi is, hogyha a kisobbi nem. Miért kellett, hogy elhangozzon már márciusban, a szülőtársamnak márciusban, hogy úgy gondolkodjon a kisobbiban, mint lehetőségben, hogy hát ott átszervezések lesznek, vagy változások lesznek, bocsánat. És úgy gondolkodjon, hogy hát nem úgy leszem a felállása, hogy most van, tehát azért jól gondolja meg, vagy miért kellett azt mondani, hogy ez az önkormányzatnak az utasítása, és a képviselőtestület és a polgármester asszony utasítása. Itt ezekről kellene beszélni, az összes törvény az meg nem született. És van még valami, amit szeretnék ehhez hozzátenni, a közlekedési törvényben garantált szülői jogunk az, hogy bármilyen kéréssel, kérdéssel fordulunk az intézményvezetőhöz, vagy egyéb szakmai alkalmazottakhoz, ezekre a kéréseinkre 15 napon belül érdemi választ kell, hogy kapjunk. Az intézményvezető az első levelünk esetében az időpont határt ugyan betartotta egy gyanús visszadátumozással, de az érdemi választ nem. A második levelünkre pedig sem az időhatár, sem az érdemi választ nem tartotta be, ugyanis a mai napig választja sem méltató. Itt ez a dolog, én nem vagyok jogász, szerintem ez jogsérelemnek minősül, és a fenntartó felelős azért, hogy ilyen jogszerűtlen intézkedések ne történhessenek meg. Nekem, mint szülőnek, szintén a köznevelési törvényben megfogalmazott jogom az, hogy ezeket a jogsértéseket mikor észlelem, vagy a kötelesség elhalasztását 15 napon belül panaszt tegyek. Ezért éltünk panasszal a családunk nevében, mert szeretnénk ennek az ügynek végre pontot tenni a végére. Én nem ragaszkodok körmöm szabad tájékkartalhoz, csak tudni szeretném már akkor, hogy ide járhat a gyerekem óvodába olyan feltételek mellett, ami a mi családunknak megfelelő, ami az én gyerekeim érdekeit szolgálja, ami szintén a köznevelési törvényben foglalt. Ezen kívül a helyi játékszéget a közművonos óvoda pedagógiai programjában is foglalt, mely szerint a gyermek egyéni sajátosságai, egyéni képességei figyelembe véve a családdal együtt dolgozva igyekeznek segítségükre lenni, vagy nem. Köszönöm szépen, és azt is köszönöm, hogy a hozzászólók megerősítették azt, amit én úgymond erőszakosan itt a napi rendek felvételénél próbáltam elérni, hogy igen, erről nyilvánosan és így kell beszélni, és nem mellé beszélni. Itt már a vezető óvónővel, óvónő állításait nem akarom cáfolni, meg nincs is ennek talán értelme, de nem én jelentettem ki, hogy nem tud velem dolgozni, hanem ő jelentette ki velem választások után, ezt mindenki tudja, hogy miért. Kati. Ebben nem akarok belemenni, azt gondolom, hogy adjam még meg a szót, az a legjobb, hogy ne terelődjön el itt a lényegről. Ott jelentkezik még valaki. Én másik volt SZMK-s szülője vagyok, és egy kicsit azt szeretném megvilágítani, hogy miért ragaszkodunk mi a kis óvi szülői és gyermekei ehhez az intézményhez. Ezt kell leírni, hogy itt a vita hevi benne, nehogy elveszítsem a lényeget, úgyhogy ezt gyorsan szeretném végigolvasni. Azzal kezdeném, hogy a kislányok 3 évet járt a kartali kis óviba, most valakott fel, és az utolsó héten minden nap úgy jöttünk el az óviból, hogy ő szeretne maradni még egy évet. Olyan jól érzi itt magát. A kisfiunk 3 éves, 1 évet töltött eddig az óvodában, vegyes csoport lévén egy csoportban a testvérével. Szülőként nagy vágyunk, hogy neki is biztosítani tudjuk ugyanezt a meleg, szeretetteljes, családos, nyugodt és kiegyensúlyozott légkört, amiben nővére már megkapott, átélhetett. Ennek az érzelmi biztonságnak fontos feltétele, hogy a megszokott biztonságos környezet, óvónők és dadus néni kísérje végig óvodai éveit, maradjon meg ez a folytonosság. A kisovi kisközössége gyermekestől, szülőstől, óvónénistől és dajkanénistől kimondatlanul, de néha kimondva is egy nagy családot alkot, ahol ismerjük és kedveljük egymást.
Mi szülők reggel vagy délután az óviban összetudva sokat beszélgetünk egymással, népszerűen ismerjük sok gyermeket, nem csak a saját csoportunkból, hanem a másik csoportból is. Tudunk róluk, látjuk őket felnőni. A sok közös program, az épület családi ház jellegű adottságai és a közös kintartózkodás lehetővé teszi, hogy a két csoport jól ismerje egymást. A mi gyerekeim számon tartják a másik csoport gyermekei, emlegetik a kedves Böbe nénit és Magdi nénit, és Elzsi Dajka nénit is. Mindezzel még véletlenül sem a kisovit szeretném a nagyobbról szembe állítani. A nagyobbi nem szorul külön reklámozásra, szép, gondozott, hatalmas épület is kell, felkészült szakmai közösség, nagy tornaterem és egyéb fejlesztő eszközök, színes programok várják és szolgálják a gyermekek jólétét. Kik választanák mégis a kisovit? Talán azok, akik ennek a kisebb közösségnek az érzését és biztonságát szeretnék biztosítani a gyermekeknek. Az utóbbi években a szülők egy új generációja kezd formálódni, akik szeretnék az állami intézmények keretein belül is megválasztani a gyermekük személyiségének, belső lényének, legmegfelelőbb bölcsödét, óvodát és iskolát. Úgy érzik felelősek azért, hogy a gyermekük mienségét szem előtt tartva a lehetőségekhez képest a számára legmegfelelőbb intézmény dolgozóira bízzák gyermekük napközbeni testi és lelki gondozását. Meglátásom szerint a kartonon élő szülők nagy része kifejezetten úgy érzi, hogy gyermeke egy olyan típusú intézményben érezni jól magát, mint a nagyobbi. És vannak szülők, akik a kisebb közösséges és a családi életkorbeli modellhez talán közelebb álló vegyes csoportot részesítenének előnyben. Napjainkban azt tapasztaljuk, hogy abból, hogy a szülők nagyobb részt szeretnének vállalni az intézmények megválasztásában, és több jogot formálnak arra, hogy beleszólhassanak az intézmények egyes döntéseiben, sok konfliktus forrás keletkezik. Azt hiszem, ez a mai konkrét eset egyes ok közül ma Magyarországon, és amit nem szabad hagyni, hogy tovább harapódzon és ellentéteket szítson. Igazából mi ugyanazt akarjuk, minél jobbat, és minél előremutatóbbat gyermekeink számára. Megfelelő kommunikációval, az érdekek egyeztetésével remélhetőleg meg lehet oldani ezt a felmerült konfliktust is. A szülők nevében szeretnénk kérni, hogy a gyermekeink óvodai életét érintő nagyobb döntések előtt teremtődjön meg a helyzet az érdekegyeztetésre, és ami nagyon fontos, a közös megoldás keresésre. Konstruktívan és segítőkészen az okokat és indokokat elfogadva, ellenségeskedés nélkül lehetséges mindez. Jelen esetben mi a kisovi szülői fél információval és a faluból keringő plekkákból értesültünk felről arról a kisovi további sorsával kapcsolatban, ami rengeteget rontott az egész ügyön. Azért is vagyunk ma itt, hogy megfelelő tájékoztatást kapjunk és tisztázzunk az érzés félrejelzéseket. Nekünk, a kisovi szülőinek természetesen az lenne az elsődleges célunk, hogy a nagyobb, ahogy a kisovi úgy, ahogy van, egyben maradjon. Hiszen szépen kiforrott, összeszokott közösség minőségileg sokkal többet jelent, mint csupán tagjainak összege. A közösség nehezen viseli, ha tagjai cserélődnek, főleg és elsődlegesen az alapot biztosító óvönők és velük szorosan egy csapatot alkotva a dadus néni, hiszen a dadus nénik személyhez ugyanúgy kötődnek a gyerekek. Természetesen megértjük, hogy megoldhatatlan, elháríthatatlan szakmai vagy gazdasági okok szükségesnek teszik a közösség felbontását. Erről viszont mindenképpen szeretnénk tájékoztatást kapni, és lehetőséget, hogy esetleg segíteni tudjunk abban, hogy ezek az akadályok mégis legyenek akadályok. Hiszen tudatosabb szülői magatartásunkkal együtt szívesen hozzá is járulnánk, aktívan tennénk az óvodáért, felmerülő problémái megoldásáért. Köszönettel szeretném zárni a beszédemet a kisovi összes óvónéjének és Dajka néninek, amilyen lehetették, hogy eddig a gyermekeink ilyen biztonságban is szeretetteljesen itt jelentik óvodai mindennapjainkat, és a vezető óvónének ugyanezt köszönöm, hogy ezt a három évet eddig lehetővé tette számunkra, és nagyon remélem, hogy most is olyan döntés fog születni, ami mindenki számára megfelelő, és leginkább a gyermekeink óvodai életét és további folytonosságot biztosító ott létét és tartózkodását biztosítani tudja majd. Köszönöm szépen! Én köszönöm a hozzászólást. Tessék, megadom a szót. Szeretnék hozzászólni, ugyanis az előttem szóló anyuka pont a szódról
hozza ide a gyermekét velem együtt, tehát mi már 8 év óta járunk ebbe az oldalba, a harmadik gyerekemből voltam ugyaninnen, tehát úgy gondolom elég tapasztalatot szereztem már az elmúlt 8 év alatt az itt folyó munkáról, maximálisan meg tudom erősíteni mindazt, amit az előttem szólók elmondtak a pozitív tapasztalataikról, sőt még van itt egy szülőpár, aki szintén Aszódról hordja ide a gyermekét. A Rákóczi úti óvodába, tehát nagyon sokan választották már ezt korábban is Aszódi lakhelyjel, ezt az oldalt, tehát kifejezetten sokan hozták már el, és szerintem hoznák a jövőben is, pont az óvoda jó hírneve miatt, és mindaz miatt, amit az óvónők szakmai munkájának elismeréseként szeretnének a gyerekeiknek nyújtani. Úgyhogy semmiképpen nem szeretnénk, hogyha ez a pircsaft abban futna ki, amiből már értesültem is, hogy óvónők a felmondásokat fontolgatják ennek az ügynek kifolyólag, mert fizikailag és mentálisan is olyan szinten megviseli őket ez a történet, a bizonytalanság, hogy ez nem szolgálhatja senkinek érdekét, tehát mi azt szeretnénk fenntartani, ami idáig is már az óvoda életéhez hozzátartozott. Nagyon sokat tettek a szülők ahhoz hozzá, ezt az óvoda vezető Erzsike is sokszor kihangsúlyozta, hogy a szülők hozták létre annak idején szülői támogatással ennek a tornateremnek a megépítését. Az önkormányzat is hozzájárult természetesen, de mindez szülői kezdeményezésre történt. Tehát úgy gondoljuk, hogy mindaz, amit idáig a szülők az óvodáért tettek, mindaz, amit az óvónők a gyerekekért és a szülőkért tettek, az nem érdemli meg azt, hogy ez ne folytatódhasson tovább a jövőben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Két dolog van, hogy a óvoda működéssel kapcsolatban egy szakmai és egy gazdasági szempont. És én azt gondolom, hogy ez ma mindenki, mindenünk számára világossá vált, hogy a szakmai szempontot én azt gondolom, hogy így szülők tudjuk a legjobban visszatükrözni, és örömnek is ide tenni, hogy megfelelő vagy nem megfelelő. Én azt gondolom, ebben hiba nincs a kisújtetek, vagy a Rákóczi úti óvoda tekintetében. És ami szerintem világossá kell, hogy mindenki számára váljon itt ebben a teremben, hogy gazdasági szempontból pedig változtatásokat, átszervezéseket eszközölni, még a fenntartónak van jó köre. És innentől kezdve én azt gondolom, hogy érkeztünk a kezdeti kérdéshez, hogy ennek a hírét, vagy egyetlen az erre való utalásoknak a megtételére az asztalnál ott ülőknek van joga és jogköre, és innentől kezdve ilyen szempontból maximálisan egyetértek a Kalcsó képviselő úrral, aki az elején azt mondta, hogy ennek ideje nincs pontosan, mert hogy gazdasági változtatásokat önök ezt kezdeményezhettek volna, és ezért még jobban értetlenül állunk azok előtt a hírek előtt, hogy mégis csoport, óvónéni elvitel, csoportszűkítés, átrakó gyereke egyikből a csoportból, tehát hogy miért egy meg jól működő, tényleg szakmaiságában kifogástalan dologból kell akár csoportot feltölteni, akár óvónőt elvinni, tehát miért azt rombolunk szét, ami működik, amire most én azt gondolom, hogy maximálisan tükröt és visszajelzést kaptunk, hogy szakmailag rendben van. Biztos van más lehetőség is, hogyha a fenntartó úgy gondolja, hogy ezekre egyáltalán szükség van. De számomra az egyik legnagyobb tanulság a mai napnak, hogy talán a fenntartó nem gondolja így, akkor miről beszélünk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Megkérdezem, hogy szülő, óvónő esetleg szeretne még hozzászólni az eddig elhangzottakhoz, meg egyáltalán ehhez a napirendhez. Nem? Jó, akkor... Én még folytatnám, mert nem fejeztem be. Kérdést kaptam a szülőktől, tehát a mese nem kell, amit megírtam, nem kell. Viszont elmondom akkor az adatokat, jó? Hogy akkor tisztában legyünk. Tehát ebbe a szövegbe, amit szerettem volna, de akkor prózaiba is ugyanezt lehet. A pippang csoportban maradt 17 kisgyerek, a Boglárka csoportban maradt 18 kisgyerek, mert hogy elmentek iskolába többiek. Se nevelőtestületi szinten, se semmilyen szinten szó se volt róla, hogy azokhoz a gyerekekhez nyúlnánk. Majd beiratkoztak a gyerekek nagy része a kettes óvodába, és valóban 12 gyerek beiratkozott a tűzépi óvodába, de mivel a központi óvodába, a mini csoporthoz
új csoportot muszáj nyitni, tehát önállóan is megmarad, mert 13 a minimum, plusz jön hozzá még tavaszi is. Konkrétan akkor elmondanám, tehát a kettő testvér a tüzépi óvodából eleve ott marad. A békeúti anyukának, akinek a munkahelyi problémája van, ott a helyszínen megegyeztünk, hogy természetesen akkor ott marad, tehát lehet kezdeni kivonogatni az embereket. És ebben se fölényesség nincs, se flegmaság, csak van egy 33 éves szakmai tapasztalat, és 33 évben még sikerült mindig úgy megoldani a dolgokat. Ezt ekkora szülői támadást még egyetlen egyszer se történt a történelemben. Bízom benne, hogy megnyugszanak a szülők, ha most ezt felsorolom, hogy tovább a Bocskai útról jelentkezett kettő kis testvér, aki felhívtam telefonon, és az anyuka azt mondta, hogy most költöztek ide, és kicsit félti, hogy majd a kicsinye, a kisebbikje nagyon sírós lesz, és csak azért gondolta a vegyes csoportba, de miután hozzánk van közelebb, megbeszéltük, hogy azért a kettes, a központi óvodában is kiváló óvónők dolgoznak, hál' Istennek. Nagyon-nagyon büszke vagyok az egész óvodámra egyébként szakmailag, függetlenül mindentől. És vele például megegyeztünk, hogy természetesen ő lakik közelebb. Mátyás utcai, az tudja mindenki, hogy hol van. Ő egy januári kisfiú, az anyukát felhívtam az összevont szülőértekezlet előtt, és mondtam, hogy mivel közelebb van, hát hogy gondolná? Nagyon rendben van, sőt, fogja is előbb hozni, mert a törvény engedi. Aztán van egy szülő, aki szívesen hozzá állt, ezt nem gondolnám név szerint is emlegetni. Aztán maradt azt hiszem 6 gyerek vagy 5 gyerek, akiről beszélgetünk. Konkrétan, amiből idézett a polgármester asszony, a Madlena Zsejke, akinek az anyukája a szülőértekezletre nem tudott eljönni, másnap bejött, és mondta, hogy ő mindenféleképpen oda szeretné a tüzépi óvodába iratni, mert hogy a vegyeset szokta meg. Én azt mondtam neki, hogy elég, tehát még várnunk kell, mert egyelőre egyetlen egy óvónő se jelentkezett az álláshelyre, tehát összességében egyelőre nincsen pótlásunk se, tehát azt ki kell várni, hogy hova kit teszünk, ráadásul nyáron mindig szoktak beiratkozni, tehát augusztus elejét kértem tőle, hogy ha addig várna, addig meg tudjuk mondani, hogy akkor lehet, hogy egy teljes váltás van, mert azért a nyár arról szól több esetben, hogy speciál nekem is 3 variációban kidolgozom most is. Iratkoztak is be gyerekek közben, változtak is dolgok közben. Tehát összesen ja, hát ugye a testvérek eleve oda mentek, azt ugye nem is kérdés, nem is volt kérdés, és maradt 4 szülő, akit szintén az összevont szülőértekezlet előtt felhívtam, és megkérdeztem, hogy problémát okozna-e, mivel a mini csoportot indítjuk, és a központi óvodába szeretnénk a csoportot visszaállítani, gondot okozná-e, hogy esetleg odahozzák. Akkor azt mondták, nem, az összevont szülőértekezletre ezt a kis értesítést, amit mindenki megkapott, azt odaadtam ezzel a szöveggel, és alá is írták. A hosszú aláírásokat azért kellett a szülőértekezleten megtenni, mert törvény írja elő, hogy hivatalos formában, papíralapon kell a szülőket kiértesíteni arról, hogy hova van fölvéve. A kartali óvodába van fölvéve. Utána aztán elkezdünk sakkozni azzal, hogy melyik gyereknél mit lehetne még, mert például 2-3 óvónő kolléganő van, meg majd feltételezem jön egy új, akinek most még nem tudja, hogy pontosan kik lesznek a saját gyerekei, ettől függően, hogy mit dönt a testület most majd, mert döntenie meg természetesen kell. Tehát ezzel a 4 szülővel volt az a megbeszélés, egyeztetés 2-szeresen,
és ha nyáron még esetleg problémája van, mi újból visszatérünk rá. Na most, ha nem jelentkezik egyáltalán óvónő, akkor egyértelmű, hogy, mi, hogy nem egy óvónőről beszélgetünk, aki majd egyedül marad, és kitalálhatom, hogy mit csinálok vele, hanem esetleg többen is maradnak, mert nincs, aki ellássa. Tehát nem tolonganak azért az óvónők, ezt tudni kell. És ebből nagyon nagy tanulság nekem viszont, tehát azért én is szoktam elég sokat gondolkozni a szervezési feladatokon, hogy a beiratkozás után néhány nappal nem szabad, főleg ekkora ellenállások után nem szabad szülőértekezletet tartani, mert akkor még nem lehet biztosat mondani a szülők felé. Majd egy hónap múlva meg fogjuk tartani akkor, amit a törvény megenged, amikor már tényleg a véglegeset tudjuk. Mert ebbe nem volt más szempont, csak ez. Tehát itt én úgy gondolom, hogy azok a gyerekek, akik ott voltak az óvodában, szóba se jöttek, hogy eljönnek onnan. Semmi az égvilágon körülöttük nem forgott. Akik pedig itt feliratkoztak, most soroltam el a lakhelyet, a lakcímet, a testvéreket, akik oda kerültek, plusz azt a négy anyukát, akivel egyeztetve lett, és aláírás van róla. Ebből következik, hogy a Rákóczi úti óvodába per pillanat a három gyerekkel együtt, az a 38 gyerek teljesen a saját helyén van, elképzelés szerint is, eddig is ott volt, ezután is ott lesz, ötlet se volt rá, hogy azok mozduljanak, mert valahol azért óvónő voltam én is valaha is, meg most is annak érzem magam. Tehát ennyit erről, a pontos adatról. Nincsen szó gyerekek elmozdításáról. Nem is volt. Négy szem közt se volt. Nevelőtestület előtt se volt. Sehol se volt. Ez pedig, ha átszervezésnek értékelik azok, akik... Tessék? Nem, még bezárásról. Bezárásról mi kibeszél? Hát már amióta én itt vagyok azóta... Ezt pusztán adhatjuk, amit én azt mondom, hogy ha elvallak egy közösségből X gyerek, és ahelyett csak X minus, nem tudom, 9 gyerek érkezik, akkor ugye az egyensúly, és ugye benne van a papírból, hogy óvónő elhelyezés kerül, akkor én azt gondolom, hogy ez lehet, hogy nem most rögtön, de hogy akár én szülőként fantáziálhatom azt is, hogy akár ez 2-3-4 év múlva egy komplet bezáráshoz vezet. Hiszen ha egy vegyes csoportot nem töltök évről évre folyamatában kis csoportos gyerekekkel, akkor ez előbb-utóbb ez a dolog elhal. Akár csak is okánál. Ha a négy óvónőből egyet kiközvetítek egy másik telephelyre, és marad három, ez szintén azt a utas mutatja, hogy azon nem kell nobel-díjasnak lenni, hogy lássuk, hogy ez matematika. Tehát ha elvallagott X gyerek, és biztosan jelen pillanatban három van fölvéve, amit én most ismételten kihangosítanék, hogy ez a három az kettő, mert ugye a harmadik, akire az óvónő után, Béke utcai Anyuka, két nappal ezelőtt még nem tudott a pozitív elbírálásról, tehát ezt azért kihangosítanám ismételten, de legyen három, mert tételezzük fel, hogy azóta az elmúlt két nap. Higgyünk már nekem is néha, jó? Sok mindentől. Egyrészt biztos nehéz lehet. Másrésztről meg... Egyáltalán tegeztem sem. Tehát, hogy három gyerek kezdi meg, az még mindig kevés, tehát még mindig ott van a papírba, és levegtetve van, hogy járni azzal, hogy elveszítjük valamelyik óvónőket. És uram, bocsánat, tehát eddig a Bövenénéről szólt a fáma, egyik óvónénit sem kívánjuk elveszíteni, részletesen leírjuk a levélbe, hogy miért. Tehát, hogy ez igazából a jéghegy csúcsa, amit most hallhattunk, ez alatt még itt van ez a probléma, és ott van az a probléma, hogy hosszú távon az vezető óvónő mit tervez a kis Ovival, de mondjuk itt megint kihangosítanám, hogy nem a vezető óvónőnek kell mit terveznie a kis Ovival, van egy fenntartója az óvodának, tehát tervezni, én azt gondolom, amúgy is csak önök tervezhetnek az óvodával. Tehát folyamatosan úgy halljuk ezeket a számadatokat és ezeket a döntéseket is, mintha a fenntartó mögötte lenne, miközben egyértelművé vált a testületülés elején, hogy a fenntartó előtt nincsen, és nem kapott ilyen irányú adatokat, ilyen irányú információkat. Tehát, hogy én még mindig nem értem, egy kicsit azt látom, hogy fordítva ülünk a lovon, hogy az irányít, akinek nem kéne irányítania, tehát, hogy ha innen fel tudunk úgy állni, mi szülők, hogy szeptembertől, ahogy kértük a levélben is, változatlan szakmai és tárgyi és mindenféle körülményekre térhetünk vissza a nyári szünetről,
akkor azt gondolom, hogy a továbbiakban majd természetesen nagykorú felnőttként, kartali lakosként, én már 4 éve kartali lakosként, nagyon szívesen egyeztetek a vezetővel a továbbiakban, de itt ez nem történt meg, semmilyen formában sem. És az, hogy utólag hogy szerette volna, és hogy, az nem megoldása a problémáknak, és így nem lehet ügyeket megoldani. És egy jó vezető, én azt gondolom, ezt tudja, és ezt tudnia is kell. Köszönöm szépen, hát még annyit szeretnék mondani akkor, hogy 33 évig sikerült a dolog, most nem, ez az egyik. A másik, sehol írásban nem került, se a képviselőtestület részéről a 30 év alatt, mióta én vezetőbeosztásban vagyok, se az én kezem alól és a számból ki nem esett, hogy itt óvodát zárunk. Ha van valaki, aki csatázott, harcolt az óvónőjér, a kollégáért, ha hihető, ha nem, ugye a régebbiek jobban tudják. És én át is adom a szót a képviselőtestületnek, mert igazából elgondolkoztat elég sok minden engem, tehát most én megvárom, hogy a képviselőtestület mit mond. Egyet szeretnék elmondani. Amennyiben nem egy óvónő álláshelye lesz betöltve, mert az alapító okirat és a státuszok szerint adott a 9 csoportra szóló óvónői létszám és a gazdaságosság itt jön képbe, hogy akkor az hány milliót jelent egy évbe, akkor azt a testület eldönti. Tehát most ebben a helyzetben átmenetileg és azért az asszisztenseket ne írjuk le, mert az asszisztenseket a törvény azért tette oda, hogy azok segítsék a munkát. És én úgy gondolom, hogy amióta ők itt vannak, azóta segítették a tüzépővodában, napi szinten járt le megszokott kolléganő. Ez az egyik. A másik pedig, bocsánat. Egy asszisztens nem helyettesített egy óvónőt. Egy szóval nem volt leírva sehol, tehát akkor az így van, ez szakma. Tehát, hogyha kaptam volna esélyt mondjuk más körökbe is beszélni, de hát ugye hirtelen belevágunk a közepébe, ez megint egy más dolog. Ez már szakmai belső ügy, tisztában vagyok azzal, hogy nem asszisztens fog altatni, egyébként nem is biztos, hogy fog. Tehát folytatom a mondatot a képviselőtestület felé, és kérem, hogy akkor itt átadom a szót, én a magam részéről majd átgondolom, hogy még akarok-e mondani, vagy pedig más gondolok át, hanem hogy amennyiben 2 óvónői állás helyett megpróbálhatok betölteni, ha egyáltalán lesz jelentkező, akkor a központi óvodába azt a kisebb létszámot mindenféleképpen el kell indítani, ha nem akarjuk azt, hogy mind a 6 csoport, ami most indulhatna, nem 7 helyett, 26, 27, 28-as létszámmal menjen. Tehát amennyiben 2 óvónő jöhet, egy évre, mert utána jönnek a gyesesek vissza, és ez is szempont egy vezetőnél, hogy hosszú távon hogy tervezzen, igenis, hogy tervez, nem a képviselők nélkül, hanem azokkal egyeztetve szeretném mindig. Tehát, ha 2 van, akkor minden marad a régiben, természetesen az összes kisgyerek visszamehet oda, amikivel leegyeztettem a saját helyére, sőt, akkor az a kedves szülő, aki itt most azért állok meg, mert ez is zárt körű szöveg lenne, tehát majd ő is tudja, meg én is, ketten mi tudjuk, hogy zajlottak ezek a párbeszédek egymás között, meg a levélváltások is, tehát akkor neki is választ tudok adni, mert ő is elmehet a másik óvodába, de szeptembertől természetesen, mert évközben nem szoktunk intézményt váltani, csak ha szakértői vélemény van, azt akkor meg is indokoltam, és egyébként pedig még egy kis testvért az aszódi jegyző kérésére kellene elhelyeznem itt a kartali óvodába, mert 8-9 másoddiplomás ember dolgozik, és mi vagyunk kijelölve azoknak a gyerekeknek a számára, akik egyéb szakértői, szakmai segítségre szorulnak. Ezen is múlik akkor a döntés, de erre nem kaptam esélyt, hogy én most itten csoportokról beszéljek, hogy akkor hogy legyen, mint legyen, hanem nagyon jól kiveséztük ezeket a
dolgokat, ami tehát a következő végleg. Ha egy óvónőt tudok hirdetni, ami az elment nyugdíjasom helyére jön, akkor 6 csoportot tudok tölteni, és kimarad körülbelül 15-16 kisgyerek, aki csak külön csoportba tudok elhelyezni. Ha nem hozok sehonnan senkit, akkor pedig kell még egy óvónő, és akkor ő viszont elviszi az én kötelező órámmal, plusz a egyik asszisztenssel a csoportot, és akkor 9 csoport van, és még akkor is úgy gazdálkodtam, ha szüksége van rá az önkormányzatnak, hogy nem kettessével veszegettem föl az embereket, hanem akkor még mindig megtakarítottam egyet. Mert ez a csoport majd fel fog töltődni tavasszal, meg utána is. Tehát ez volt a szándék, teljesen korrekten a gyerekeket nem érintve. Tehát a testületnek én azt gondolom, hogy nekem több szavam itt most nincsen, és a testület dönt, soha nem a, nem a vezető. Ezzel én is tisztelve vagyok. Látom, ott jelentkeznek, akkor megadom a szót. Mondani, hogy gyerekek áthelyezéséről egyik óvodából a másikba valóban nem volt szó, hanem egyik csoportból a másikba. Tehát ha úgy akarjuk kialakítani a csoportot, hogy egy fél csoport és egy teljes csoport, akkor nyilvánvalóan a létszámok alapján, hogy gyerekeket kell átadni egyik csoportból a másikba, és úgy gondoljuk ezt, hogy ez szakmai szempontból, tehát gyerekek szempontjából nem jó dolog. Tehát körülbelül olyan szinten van szinten, mint hogyha másik oldalban lennének átrakva. Köszönöm. Jó, szintén jelentkezik ott egy szülő. Jó napot kívánok, én Magyar Tamás vagyok, és csak azért szeretnék beszólalni, mert én úgy érzem, hogy itt a vezető óvónőt én már régebbről ismerem, én azt gondolom, hogy szakmailag én nem tudom megítélni az ő munkáját, hogy csak az én gyermekem keresztül, hogy ez jó vagy nem. Elmondott most nagyon sok dolgot, hogy mi miatt szeretné ezeket a változtatásokat, és nagyon örülök, hogy végre felszólalt egy óvónő, aki elmondott egy másik szakmai indokot. De azt gondolom, hogy, és ez a saját véleményem, lehet, hogy a szülők nem értenek vele egyet itt a szülőtársaim, hogy most ebben hirtelen döntést hozni, ez egy nagyon nagy butaság lenne. Én csatlakoznék a Bognár képviselő úrhoz, van egy szociális bizottság, tudom, hogy a Bognár képviselő úr szintén pedagógus, jó magam is pedagógus vagyok, vezettem is intézményt egy pár évig. És igazából nekem az lenne a kérésem, hogy szakmailag kerüljön ez megbeszélésre. Én nem gondolnám, hogy a vezető, nem védeni akarom kérdésnelenség, nem gondolnám, hogy a vezető óvónő rosszat szeretne a gyerekeknek. Azt sem gondolom, hogy azok az óvónők, akik itt vannak, amit mi óvodánkból ők is rosszul szeretnek a gyerekeknek. Én azt gondolom, hogy itt egy óriási nagy kommunikációs elcsúszás van. És felénk is egy óriási nagy kommunikációs elcsúszás van, amin idővel ezen dolgozni kellene, hogy ez ne történjen meg többet. De azért vannak félelmeim is, és ha lehetek őszinte, akkor elmondom a félelmeimet is. A félelmeim azok, hogy én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy minden óvónő saját szakmai véleményét az adott szakmai fórumon meri vállalni. Nem tudom, hogy hogy zajlik egy óvónői értekezlet, fogalmam sincs, nem vagyok ott, de, és nem tudom, hogy ez hogy mennyire lehet ott konstruktívnak lenni. Egyáltalán nem akartam itt ma felszólalni. Én vezetőként tudom ezt, hogy vannak olyan kollégák, akik egyszerűen véleményeket nem tudják, vagy nem merik kifejezni, mondjuk egy erősebb vezetői személyesség mellett. De ha lesz egy szociális bizottság ülés, én arra kérem a testületet, hogy hívják meg ezeket a, legalább a, nem tudom, valaki ilyen vezető mondjuk, vagy helyettes, vagy nem tudom, és ezt próbálják meg konstruktívan megoldani, és ha kérhetem, ne csak a gazdasági érdekek figyelembe vételét. Én azt szeretném, hogy az én gyerekem, hogy a feleségem elmondta, ugyanilyen jó környezetben nőjön fel a kisebbik is, mint a nagyobbik tette. De úgy gondolom, hogy itt most én nagyon rosszul érzem magam, megmondom őszintén, mert egy baromi ellenséges hangulat alakult ki. Úgy érzem, van egy óriási ellentét az óvodavezető és a polgármester asszony, és tulajdonképpen mi közöttünk szülők és az óvodavezető között.
aminek nem kellene meglennie, mert ez nem egy konstruktív környezet. Így nem lehet normális döntéseket hozni. És én azt kérném, hogy legyen egy nyugodt, és a szülők felé értelmesen elmagyarázott, hogy tényleg használjam a kifejezést, ne tekintsenek minket kiskorúnak, azt hiszem vagyunk hozzá elég értelmesek, és meg fogjuk érteni, hogy miért született ez a döntés. Csak azt kérném, hogy ez szülessen meg minél előbb, nem tudom, hogy a Szociális Bizottság összehívásának milyen feltételei vannak, ha lehet ez minél előbb történjen meg, hogy a mi sorsunk is minél előbb bizonyosságot nyerjen. És arra kérném az óvónőket, hogy szakmailag álljanak ki a saját érdekeikért. Mert senki más nem fog tudni helyettük kiállni. Ami fogalma sincs micsodák, mert nem vagyok óvónő. Jó, nagyjából ennyi, csak nem látom értelmét ennek a mikroidikusnak. Hát én most, hogyha szülőket csak mondani, mert ezek két dolgok kihangosítani. Egyrészt a jó magas vezetőként dolgozom, és az a tapasztalatom, sőt vezetőkkel dolgozom, kérdésként és szuperizótként is, az a tapasztalatom, hogy abban az egy nagyon fontos ismét, hogyha egy vezetőnek kvázi a beosztottjai nem állnak ki sem szakmailag, sem emberileg valamilyen dolog mellett, egy döntés mellett. Azt gondolom, hogy ott a vezetésben akadhat némi probléma, nyilván nem tartozik rám, bár nem szívesen megcoachingolok bárki. De hogy abban, amit az úr említett, azért van egy közös szereplő, mind a képviselőtestület szerepében, és mind a mi szülők és óvónők szerepében, az pedig a vezetőből. Tehát én azt gondolom, hogy az ellenségeskedés az első pillanatban itt volt és jelen volt, már ott, ahol arról ment a vita tőlünk függetlenül, hogy egyáltalán most legyen ennek tere és ideje ennek a beszélgetésnek, vagy ne. És én nem gondolom, egyáltalán nem látom elfajultnak, viszont az semmiképpen, én azt gondolom, hogy én az SZMK nevében, vagy velem azt gondolom, hogy többség nevében szólok, hogy én nem gondolom, hogy még ennek további fórumot kell adni, és már csak azért sem gondolom, mert hogy döntésről nem beszélhetünk, mert hogy a döntést csak a képviselőtestület hozhatná meg gazdasági, illetve finanszírozási szempontokból. Szakmai oldalról én azt gondolom, maximálisan alátámasztottuk, hogy nyilván nagyon fontos feltölteni egy üres csoportot, semmiképpen sem gondoljuk, hogy a mi gyerekeinkből kellene feltölteni, semmiképpen sem gondoljuk, hogy azokból a gyerekekből kellene feltölteni, akik valamilyen okból kifolyólag a kisovit választották, és semmiképpen sem gondoljuk, és azt gondolom, ez is egy nagyon-nagyon hangsúlyos, ugyanannyira, mint az összes többi, hogy bármelyik óvó néninkkel kellene feltölteni szakmailag azt a leendő csoportot, ami évekig nem működött. Tehát innentől kezdve, és még egy eleme, hogy egy kicsit behozzam nem csak a saját dolgunkat, hogy március óta vannak kérdések. Tehát én azt gondolom, hogy akkor tudunk minden felállni, békében és kompromisszummal, és azt gondolom hosszú távú együttműködés reményében, ha most megkapjuk azt a választ, hogy igen, a kisobi nem lesz megbontva, a mi gyerekeink, akik eddig oda jártak, továbbra is oda járhatnak, hiszen ezt az előbb azért már a vezető asszony kihangsúlyozta, az óvónénik, darusaink maradhatnak, és a szülőtársam gyermeke szeptembertől, ahogy szintén az már elhangzott, kezdheti nálunk az óvoda évet. Szerintem én szeretném ezt hozzátenni, hogy maradéktalanul egyetértek a szülőtársam hozzászólásával, annál is inkább, mert én március óta nyugodt és türelmes hozzáállással viseltettem ebben az ügyben, most sem vagyok szakadott, csak szeretnék már tényeket tudni. És hogyha megint rábízzuk a vezető óvónő belátására, hogy mikor tájékoztat, mikor hoz döntést és mit tesz vagy nem tesz, akkor újra nem fogunk sehová sem jutni, és tessék a naptárra nézni. Március végén kerestem meg őt, és június vége van. Azt hiszem, hogy ez az eljárás már nem súrolja, hanem maradéktalanul kimeríti azt, ami felháborító. És én a magam részéről és a családok nevében kikérem magamnak, hogy egyszerű, normál, kartali állampolgárként egy tisztességgel, egyenesen, becsülettel elétárt problémát és egy kérést nem tudunk ennyi idő alatt megoldani. És nem azért, mert nem voltunk együttműködőek, hanem azért, mert nem hajlandó a feltett kérdésekre válaszolni. És azért veszélyes, hogyha várunk ezzel a dologgal, mert akkor majd nehogy megint a másik ügyben is ez történjen, és húzzuk, halasztjuk mindenféle kifogást keresve, és megint akkor, hogy most azért nem válaszolok, mert még nem tudom, hogy jelentkezett-e óvónő, most azért nem válaszolok, mert nem tudom, hogy hányan iratkoztak be, most pedig azért, mert éppen úgy tartja úri kedvem.
Én nagyon kérem az intézmény vezető, hogy ezek szerint, amit az előbb elmondott, az én gyermekemnek is engedélyezi, hogy szeptembertől a Rákóczi úti óvodába járjon, legyen szíves ezt írásba adni, mert csatlakoznék hozzá, és én kizárólag tanú és írásos tanúk előtti jegyzőkönyvben, ahogy ő fogalmazott vagyok, hajlandó kommunikálni vele, mert akkor tudom bebizonyítani, hogy tényleg elhangzott, és nem én találom ki rossz indulatból azt, ami történt. És nem biztos, hogy ez a pár gyerek is oda akar menni abba az óvodába, csak rávezeti őket. Mivel jönnek a kis óvodába. Illetve már bocsánat, de a Szociális Bizottságot tennék, tehát azért elég régóta gyűjtjük ezt a dolgot, és én a bizottságot tennék még egy plusz feladatra ezzel kapcsolatban. Biztos, hogy van 1000 millió más dolog, amivel lehetne foglalkozni. Szerintem ezt nagyon röviden le lehetne zárni azzal, hogy kedves szülők, lehet, hogy voltak ilyen híresztelések, pletykák és mindenféle információ, de nyilván az önkormányzat erre utasítást nem adott, tehát innentől kezdve az egész semmisnek tekinthető, és szeptembertől várjuk vissza a gyerekeket, és aki a kisogit választja, az a kisogit. És marad a bövenéni, és marad mindegyik óvónénink és dadusunk. És akkor én azt gondolom, nem tudom, nézek a többi szülőre, szerintem azt gondolom, hogy akkor mi elégedettek vagyunk. Egyetértünk. Van-e még hozzászólás? Én csak az óvodánk javára szerettem volna elmondani, hiányolták a szülők is, hogy hozzászóljunk. Legrégebbi dolgozó vagyok, és mint a óvodavezető. Évek óta az óvodán teljesen vetéscsoporttal működik, vagyis kezdetben, még mikor én is kezdtem a pályafutásomat, akkor egy tiszta csoport működött, és részben is a csoport. Utána rájöttünk arra, hogy ez nem igazán jó a gyerekeknek, a szülőknek sem, mert a gyerekeket át kell adni mindig évvégén a másik csoportba. Ez a gyereket egy picit megviselte, ezért úgy döntöttük, hogy csak vegyes csoportokkal, teljesen teljes életkorú gyerekekkel fogunk foglalkozni. Tehát mindkét csoportban kis, középső és nagy csoportosok is vannak. Ennek ugye az az előnye, hogy a gyerek maradhat abban a csoportban, amit megkezdett, egészen addig még iskolában, mert maradhat azokban a gyerekekkel és felnőttekkel, akit őt megszokott. Ez a biztonságát fokozza a gyereknek, az érzelmi biztonságát segíti elő. Jó együttműködés alakult ki a dolgozóink között, hiszen egy vegyes életkorú gyerekeknél nagyon-nagyon fontos az, hogy mind a két csoportban jól együttműködjenek a felnőttek. Ugyanis mikrocsoportos foglalkozásokat, a mikrocsoportos programokat szervezünk a gyerekeknek. Például csak a nagyobbak számára kirándulás, túrát, a kicsiket más helyre visszük. Ilyenkor szoros együttműködésre van szükség. Ezeket nagyon jól megoldottuk már évek során. Most már mi 15-20 éve, hogy négyen együtt dolgozunk a Darka néniknek, és ugyanúgy be kell, hogy segítsenek a mi munkánkba. Ez azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jó zöggenőmentes. A szülőkkel nagyon jó kapcsolatunk alakult ki, és gondolom ezért is számítanak a szülők is továbbiakban is arra, hogy ez így megmaradjon. Mi ezt kérjük, és mi is kérjük azt, hogyha lehetséges, maradjunk így továbbra is, ilyen kormány, ahogy voltunk. Csak ez volt a kérdés. Köszönöm szépen, még egy szót megadok, aztán azt hiszem, be kell fejeznünk. Egy kicsit a másik szülővel által megszólítva érzem magamat. Én csak azt nem szeretném, hogy én azt gondolom, hogy a szülők azért ágáltak ezen a dolog ellen, mert úgy érezték, hogy valamit erőből próbálnak meg lenyomni a torkukon. Most tulajdonképpen én úgy érzékelem, hogy mi azt szeretnénk, hogy most mi nyomjuk le a másik torkon erőből ezt a dolgot. De viszont szülőként egyetértek azzal, hogy nekünk erre gyorsan van megoldásra szükségünk. Keresünk egy köztes megoldást. Egy nagyon záros határidőt tűzünk a képviselő testület, amikor a meghozott döntésről minket informálni fognak. És ez ne legyen egy hónap, ne legyen két hét, legyen egy hét, nem tudom. Igen? Itt és most. Szerintem ez nem jó, hogy itt és most. Szeretnék majd összefoglalni, hogyha befejeződtek a hozzászólások. Tiszta sor, értem, abszolút mindegy. Nincs időm, nincs kedvem, nincs Tehát én szeretném, majd egy pillanat, jó? Szeretném összefoglalni
nem magam dicséretére, de én azt gondolom, hogy egy polgármester és egy képviselőtestület akkor működik jól, és a település érdekében, hogyha a felmerült problémákat kezeli. Azt, hogy én ennek a napirendnek a felvételét mára szerettem volna, azért akartam, hogy érezzék a szülők, a nagyszülők, a gyerekek, hogy igenis fontos a sorsuk, és hogyha jelzés érkezik, hogy egy intézményben nem úgy kapnak a szülők tájékoztatást, vagy nem úgy bánnak velük, ahogy kell, akkor igenis foglalkozzunk vele. Azt hiszem, itt mindenki számára egyértelművé vált, hogy a fenntartó, tehát a képviselőtestület sem gazdasági, sem szakmai, sem semmiféle szempontból a vezető óvónőnek semmiféle átszervezési vagy átcsoportosítási, mindegy, hogy minek nevezem, ezt lehet ragozni a törvényt, hogy bármilyen intézkedést tegyen. Egyébként a köznevelési törvény ugye még azt is mondja, hogy július-augusztus hónapokban lehet csoportokat átszervezni. Abban valóban igazat adok Tóth Ilkó Mihálynénak, talán nem kellett volna akkor rögtön a beiratkozás után a szülőket így vagy úgy tájékoztatni, és talán nem alakult volna ki ez a pletyka, vagy félreértések, vagy ez a káosz. Viszont ugye itt a szülők hozzászólásából valamennyien érzékelhettük, hogy bizony vannak szülők, akik a mai napig március óta, vagy április óta nem kaptak választ. Én azt javasolom most a képviselőtestületnek, hogy semmiféle döntést most nem hozunk, mert ugye egy intézmény fenntartó, így a képviselőtestület, akkor hoz döntést, hogyha érkezik hozzá egy vezetői előterjesztés. Ha a vezető óvónő nekünk leírja, hogy miért szükséges a Rákóczi óvodából áthozni X létszámot, ahogy az elején is próbáltam kérni, ha szakmailag mindenféle szempontból alátámasztja, és végigjárja azt a fórumot a javaslatával, amit a törvény ír, hogy kikérje az óvoda alkalmazotti közösségének a véleményét, kikérje az óvodaszék véleményét, a szülői szervezet véleményét, utána ezekkel együtt írásban tesz egy előterjesztést a képviselőtestület elé, akkor a képviselőtestület majd dönt, hogy egyetért vagy nem. De ilyen nem érkezett, meg ahogy a törvényt idéztem, július-augusztus hónapban lehet maximum csoportokat átszervezni. Én bízom abba, tehát én azt javasolom a képviselőtársaimnak, hogy ne ragozzuk tovább ezt a témát. Megadtuk a lehetőséget a szülőknek, az óvónőknek, a vezető óvónőnek, hogy megindokolja, hogy mi miért történt a óvodai felvétel területén. Én azt gondolom, hogy ha a vezető óvónő továbbra is úgy látja, hogy a Rákóczi úti óvodában csoportokat kell esetleg változtatni, akkor erre vonatkozólag az előbb felsorolt törvények, törvényi paragrafusok betartásával írásos előterjesztést tegyen a képviselőtestület felé, amit természetesen megtárgyal előtt a Művelődési és Szociális Bizottság, és addig is itt a szülők nevében azt kérem, hogy a folyamatban lévő kérelmekre, szülői kérésekre a határidő betartásával válaszoljon. És akkor én bízom benne, hogy béke lesz, és nem kell esetleg újra ezzel foglalkoznunk. Én megkérdezem a képviselőtársaimat, hogy egyetértenek-e az általam elmondottakkal, tehát semmiféle döntés. Gyakorlatilag most egy fórumot a képviselőtestület keretében biztosítottunk arra, hogy az óvónők, a szülők és a vezető óvónő elmondhassa a véleményét. Jó, képviselőtársaim közül Gyöngy Mónikát láttam, hogy jelentkezett. Igen. Kicsit megváltoztattam a hozzászólásomat itt polgármester asszonynak a nyilatkozata alapján. Alapvetően a Szociális Bizottsággal kapcsolatban szerettem volna egy felvetést tenni, de azt gondolom, hogy mindenképpen
ezt most jelen pillanatban akkor módosítanám annak függvényében, hogy vezetőóvónő asszony fenntartja az erre vonatkozó javaslatát. Ugye 2 nap múlva szerdán lesz szociális bizottsági, illetve művelődési és szociális bizottsági ülésünk. Tettem volna egy olyan tartalmú javaslatot, hogy esetleg ott is beszélhetünk erről, de amennyiben polgármester asszony fenntartja, és ezzel egyet is tudok érteni azt a javaslatát, hogy szülői munkaközösség bevonásával, az óvodai szülők megkérdezésével, és nyilvánvalóan az óvodapedagógusoknak a megkérdezésével ez a javaslat, vagy egyáltalán ez a felvetés átértékelésre kerüljön, akkor erre vonatkozóan nem tennék nyilatkozatot, de amit szeretnék kérni, és azt gondolom, hogy ezzel egyet tudunk érteni itt a képviselőtársaimmal, hogy elhangzott az a mondat Tóth Ilkó Mihályné asszony részéről, hogy a jelenleg kis óvodába vagy tüzépi óvodába járó gyermekek közül nem tervez áthelyezést a másik óvodába. Azt gondolom, hogy ez már egy feltett kérdésre vonatkozó, megnyugtató és egyértelmű válasz, amit a szülők most megkaphattak. A másik kérdés, amire nem tudom, hogy esetlegesen tud-e most válaszolni, de azt gondolom, hogy ha lehetőség van rá, akkor én nagyon megköszönném, az, hogy az Urbán Attiláné Böben néninek az áthelyezését tervezi-e, vagy adott esetben felmerül-e ez még kérdésként ennek a lehetősége. Most sem válaszolnék, ha zárt körülés lesz valamikor, vagy pedig a Szociális Bizottsági Ülés is zárt lesz, akkor beszélek arról, hogy mi történt az utóbbi 3 évben. Most nem. De esetleg, hogy miért nem? Személyi kérdés, mint ahogy elég sok minden elhangzott itt, ami sérti a egyénjogokat, de annak ellenére természetesen fogok válaszolni. Csak annyit tennék hozzá, hogy... Csak felmerül akkor lehetőségként? Nem ebben a fórumban, másik fórumban, igen. Jó. Annyit tennék hozzá, és befejezzük ezt a napi rendet, jó, mert túl hosszúra nyúlt, bár erre azt gondolom szükség volt. Személyiségi jogokat nem sértettünk, mert akik a beadványt aláírták, az mindenki a képviselőtestületnek címezte a levelet, és az aláírását oda tette, tehát vállalta a nyilvánosság előtti tárgyalás. Senki nem kért, hogy zárt ülésen tárgyaljuk ezt a problémát, és azt gondolom, hogy az érintettek körére való tekintettel igenis, hogy ezt nyilvános ülésen kellett zárni. És én ezt a napirend tárgyalását akkor befejezném. Én továbbra is szívesen látom, ha maradnak a szülők és az óvónők, de aki úgy érzi, hogy tovább már nincs ideje, igen. Hogy miatt akkor szükséges, hogy jól értem, akkor tulajdonképpen októberben indultunk, tehát hogy mindenféle gondra csinált magunk megvatkozva a vezetőre gondol, erre a nagyon egyszerű elmondó kérdésre, ami arra vonatkozik, és ami azt gondolom, hogy egy legmarkánsabb része a szülői beadványunknak, hogy elveszítjük-e a 4 óvónő közül, most konkrétan, hogy Böbe néni, Mandi néni, Erzsike néni vagy Éva néni, azt gondolom, hogy elvi kérdésben teljesen mindegy. Ugye a mi adványunk az a gyermekek biztonságáról szólt, amit oldalunk keresztül taglaltunk az ügyben, hogy ki az a 4 ember, plusz a 2 ember, aki ezt megadja, és erre vonatkozóan egy egyszerű eldöntendő kérdésre egy vezető, tehát uram, bocsánat, akire rá van bízva egy intézmény komplexum, erre nem tud válaszolni, mondván személyiségi jogokra, tehát könyörgöm, személyiségi jogok, tehát én érdekében a jogoknak szakemberi jogok, tehát itt semmilyen személyiségi jogokra vonatkozó utalás, vagy annak megsértésére való utalás sem történt, sem ott, sem egészen idáig. Tehát én azt gondolom, hogy vezetőként, és nagyon komolyan mondom, tehát szakmai személyiségével egy vezető tényleg képes arra, hogy több mint 3 órás tárgyalás után elengedi bármelyik dolgozóját ebből a teremből, hogy bizonytalansággal megy haza, úgyhogy 25 éve dolgozik a kisoldában, akármelyik óvodáról beszélünk, hogyha ezt vezető valóban megengedi magának, akkor azt gondolom, hogy az én gyermekem nincsen érzelmi biztonságban abban az óvodában, amit a vezető óvónő vezet. És hogyha ehhez a szülők tudnak csatlakozni, akkor ezt megköszönöm, mert ezt senkivel nem lehet megcsinálni, sem gyermekkel, sem szülővel, sem szakemberrel. Azokkal a szakemberekkel nem lehet ezt megcsinálni, akik a mi gyermekeink jólétéért felelősek. Hogy várja el azt, akár a fenntartó, akár egy vezető, hogy az én gyermekemmel bármelyik óvónő úgy tud
tudjon érdemben maximálisan foglalkozni, hogy bizonytalanságban van tartva. Könyörgöm, ezek a óvónők most is dolgoznak, tehát ők minden nap teljesítenek szolgálatot a nyelvszünet alatt is, csak nem a kisokiban, hanem a nagyobbiban. És úgy engedjük oda a gyerekeinket a nyelv folyamán, hogy lebegtetve van a sorsuk. Egy olyan dolog, amire itt egy vezető nem tud válaszolni. Hát könyörgöm, hát akkor milyen vezető az, aki erre nem tud válaszolni? Azt gondolom, jobban van tudni a szülőközösségnek is, hogy mi lesz a négy óvónőnek a sorsa, bármelyikről is van szó, és jobban van tudni annak az óvónőnek is, aki itt ül, és egy kicsit is érintve van, vagy lesz ebben a témában. Nem tudom, hogy a szülők ezzel egyetértenek el, de ilyen bizonytalansága embereket nem tartom, mert ez kegyetlenség. Én annyiban is elkezdem, hogy én a saját igényet sem látom, mert előzetnek, tehát én még mindig nem vagyok abban biztos, hogy a gyerekem szeptembertől akkor nyugodába járhat. Tartsanak nyugodtan fogyatékosnak. Én nem hiszem el addig, amíg leírva a papírra ezt nem látom. Nagyon szépen kérem a képviselőtestület segítségét, hogy valamilyen formában nem vagyok jogász, nem tudom, hogy milyen formában. Szólítsák föl, utasítsák, kérjék meg a Tótékó Mihályi intézmény vezetőt, hogy szíveskedjen a kérésünkre egyértelmű választ adni. Egyszerű eldönthető kérdésről van szó, járhat-e vagy nem. Írásban kérem szépen, mert már megégettük a kezünket a szóbeli egyeztetésekkel, és nem vagyok abban maradéktalanul biztos, hogy ha azon az ajtón kisétálok, akkor 15 napon belül megkapom a választ, mert most már kétszer nem kaptam meg. Szeretném ezt időponthoz kötni, és legyenek szívesek addig nem befejezni a megbeszélést, amíg az intézményvezető el nem mondja, hogy erre a egyszerű kérdésre írásban mikor fog nekem választ adni. Ismétlem, köznevelési törvényben garantált jogom az, hogy választ kapjak. Ez egy egyszerű kérdés. Nem azt szeretném megtudni, hogy fölrobban-e az óvoda vagy nem, hanem hogy egy egyszerű átlag gyerek, az én kislányom járhat a Rákóczi épületbe, vagy nem. És abban az épületben ez a négy óvónéni fogja fogadni szeptemberben, vagy nem? Igen, ez szintén a kérésünk része volt, de tovább esetünk. Azt gondolom, köszönöm még ezt a hozzászólást, hogy amit az előbb összefoglaltam, ebbe ez a szülői kérés benne volt. Tehát azt mondtam, hogy most a képviselőtestület semmilyen döntést nem hoz, amennyiben a vezető óvónő mégis szeretne csoport átszervezést eszközölni, azt megfelelő előterjesztéssel július-augusztus hónapokban hozza a testület elé, és arra is kértem a vezető óvónőt, hogy az itt felmerült szülői kérésekre záros határidőn belül válaszoljon. Hát ezt a vezető óvónő gondolom tudja, hogy ha áprilisban kapott egy kérelmet, hogy akkor arra már júniusban igencsak letelt a határidő. Gondolom az óvodának van SMS-e, valahol ez le van szabályozva, hogy mennyi időn belül köteles válaszolni egy szülői kérdésre. Akkor szóként, ha lehet. Jó, még két percet adok, és mivel már az egész testületi ülésre tervezett idő letelt, úgyhogy azt hiszem ezt a napirendet be kell fejeznünk. Két percet. Igen. Kérem a tisztelt képviselőtestületet, szavazzon arról, hogy a két állás helyet hirdethetem-e, anyagilag vállalja-e, és akkor megoldódik az a probléma, amit a kedves szülők itt mindenféle, az azért nem volt az olyan egyszerű végighallgatni, nem szándékom soha, azt hiszem nem bomlasztottam soha. Tehát kérem a tisztelt képviselőtestületet a döntésre most, hogy a két állás helyet hirdethetem-e, hívhatom-e az óvónőt, kifizetjük-e az évet, és a Böbe óvónéni is marad, az összes gyerek oda mehet, ahova kérték, és a központi óvodába a kisebb létszámmal elindul a csoport, és ennek most részemről itt van vége. Tehát egy kicsit kicsattant rajtam a dolog, a lehető legnagyobb jóindulattal és a legnagyobb rutinnal mentem neki annak a szervezésnek, ami történt, de kérem a döntést, és abban a pillanatban megvan a válasz. Mert én egyedül anyagi terhet az önkormányzatra nem róhatok, mint ahogy nincs átszervezésről van szó. De akkor most már én ragaszkodom hozzá. Kérem szavazni, mert nem az én felelősségem. Zsarolás, ne vicceljünk már azért. Én azt gondolom, hogy egy előkészített, hogy nincs előkészítve a döntés. Így van, tehát nincs előkészítve a döntés, hanem itt most arról szól a fáma,
hogy a szülők megnyugtatására az ön megragadva az alkalmat, az ön a képviselőtestület mondja ki, hogy igen, megmaradhat az övenéni, abban az esetben, ha kap képviselő státuszt a vezető úrnak. Tehát én azt gondolom, hogy összemossuk a szezont a fazonnal, tehát itt nem erről van szó. Az, hogy az a státuszt, meg átszervezést, ami a nagyobbikban történik, az hogy oldja meg a vezető úrnő, az tartozik a bizottságra és a képviselőtestületre. Az a kérésünk, hogy a kisovi, ami kimondódott a legelső pillanatban, sem gazdaságilag nem indokolt, sem szakmailag nem indokolt, mi ugye azt kérjük, hogy ez maradjon ugyanúgy. Én azt gondolom, hogy a kettővel játszadozni és így bedobni zsarolásra, hogy akkor lehet dövenénink, ha most a képviselő testület ad két új státusz. Egyrészt a matematikailag sem értem, hogy egy ember hogy jön össze a kettővel, tehát hogy lehet, hogy tényleg én vagyok a nem hozzáértő, de én azt gondolom, hogy egy dövenéni az maximum egy státuszt jelent, amúgy is nem kettő. Tehát hogy egy kicsit, mintha vezetővonni most megragadta volna a pillanat hevét, hogy akkor most ki lehet zsarolni a képviselőtestületből két komplet státuszt, annak fényében, hogy mi megtarthassuk a bövelénit. Én azt gondolom, hogy a kettőnek köze nincs egymáshoz, maradjon a kisovi úgy, ahogy eddig volt, hiszen kimondódott, hogy sem szakmailag, sem gazdaságilag az önkormányzat ilyen utasítást nem adott, és az, hogy a nagyobb odában keletkező űr és zűrzavart és csoport problémát a vezetőgóra hogy fogja megoldani, az egy vezetői készség, szeptemberi marad ideje. Köszönöm, nagyon gyors leszek. Egy asszonyhoz lenne egy kérdésem. Mégpedig az lenne a kérdésem, hogy az óvónőknek tehát cím szerinti az egyik óvodaépületből a másik óvodaépületbe történő áthelyezése. Olyan döntése, ami a képviselőtestület hatáskörébe tartozik, vagy a óvónő dönthet? Vezető óvónő. Az a vezető. Nincs körzetesítve, sem gyermekek. És nem értünk be egyet, és mondjuk gyerekeknek az óvodai ellátásába került, tehát konkrétan, ha mondjuk többen vagyunk, akik akkor azt pontolhatjuk, és akkor beszéljük, hogy miért kártyák a... Tehát hogy abban az esetben, ha elveszítjük bövelénk csak azért, mert ezek a színjátéknak most részesei vagyunk, és nyilván azt gondolom, hogy az emberi tényezőket nehéz kívül hagyni, és én számítok én hosszúra, és a többre. Tehát hogy akkor, tehát ha mi elviszünk akkor azt, hogy jól a gyermekeinket, akkor ez teljesen rendben van, és nem igények képviselőtestületi beavatkozás. Mert hogy mi van, ha ez fog történni, hogy tömegesen azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, mert hogy ilyen szülői erő van itt, mert tessék észrevenni, azt gondolom, hogy a vezetőgóminek egyre ezt látnia kell, és ez az, amivel együtt nem számolt, hogy itt nem kiskorúak vannak, felnőtt, okos, értelmes, akár jobb végzett emberek ülnek, akik igenis tudják, hogy ez van jó kis lehetőségük, és ki fognak állni egy olyan gónő mellett, bármikor, bárhol, bármilyen körülmények között, akármelyik négy gónőről van szó. És hogyha ez azt jelenti, hogy tömegesen elviszik a gyermekeinket a szóvódába, és ettől az egész intézménynek a finanszírozása, fenntartása megkérdőjeleződik, én azt gondolom, hogy akkor az nem árt az ügynek, és akkor nem lesz szükség a két státuszra. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem szabad mindennel visszaélni, és igenis kellene válaszolni arra az alapvető kiinduló pontra, hogy marad minden ugye a kisoviba, ahogy eddig volt, vagy számíthatunk arra, hogy szeptember 1-én, vagy másodikán azzal szembesülünk, hogy nincs bővennyi, hanem lehet, hogy van helyette egy új Edith néni, vagy Klári néni, vagy ki tudja, hogy hívják őket, mert úgy cserélődnek az elmúlt évekből, mert a nevüket se tudjuk követni. Tehát, hogy van erre lehetőség, izguljuk át fel erre, legyen egy barbunkunk, kezdjem el felkészíteni a lányomat egy ilyen esetleges változásra, esetleges pszichológus, vagy meg tudunk abban állapodni, hogy a nagyobbinak az átrendeződése és fenntarthatósága nem érinti a kis óvodát. Szerintem nagyon egyszerű a kérdés. Köszönöm szépen a hozzászólást, de most már tényleg szeretném ezt a napirendet befejezni. Én azt gondolom, amit javasoltam is, semmiféleképpen nem fog a képviselőtestület két státuszról, de még egyetlen egy státuszról sem dönteni, addig, amíg megfelelő előterjesztést nem kap az intézmény vezetőtől, hogy ez pontosan miért szükséges. Természetesen, hogy ennek sok milliós, hát a költségvetésünk legnagyobb tételét az óvodai bérek jelentik most is, kiadási tételét. Tehát nem hoz a testület semmilyen döntést, és én nem várom el most a vezető óvónőtől azt sem, hogy azonnal most, amit a legutóbbi hozzászóló kért, hogy ő válaszoljon. Én azt gondolom, hogy a mai testületi ülésen elhangzottakból vonja le mindenki a konzekvenciát, úgy gondolom a vezető óvónő is levonta, és amennyiben továbbra is úgymond ragaszkodik az általa kezdeményezett átszervezéshez, akkor mindjárt itt van július, tehát írásos előterjesztést nyújtson be, amit a
Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyal, és mérlegelje az itt elhangzott és az írásban is megjelent szülői panaszokat. És ne haragudjanak, de még rengeteg napirend van, úgyhogy ehhez a napirendhez kapcsolódóan már nem kívánok senkinek szót adni. Én azt gondolom, hogy érezhetik a szülők, hogy nem közömbös a problémájuk, foglalkoztunk velük, foglalkozunk, és én azt gondolom, hogy bosszútól, megtorlástól nem kell tartani, mert megvédünk mindenkit. Ennyit tudok ígérni. Köszönöm szépen. Most azt hiszem tartunk 5 perc szünetet, mert ez egy kicsit hosszú volt, és utána folytatjuk. Folytatjuk a testületi ülést. Következik a Északkelet-Pest és Nógrád megyei regionális hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi önkormányzati társulás, mint a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. Törzstőke pótlására támogatási pályázat benyújtásáról való döntés. A képviselő társaim megkapták ezt az előterjesztést is írásban. Ez arról szól, hogy a Zöld Híd Régió veszteséges, és tulajdonképpen úgy döntött, hogy a tag önkormányzatokat törzstőke pótlásra hívja fel. Kiszámolták, hogy melyik településnek mennyit kellene befizetnie a 2015. évre vonatkozóan, lakosságszám arányosan. Ezt kartalra nézve 11.588.446 forint törzstőke pótlás befizetését igényelné tőlünk. Mint tudjuk, nincs ennyi pénzünk, viszont a legutóbbi testületülésen döntöttünk arról, hogy rendkívüli támogatás iránt nyújtunk be pályázatot, és mikor ez a kérelem megérkezett, akkor a pénzügyi csoport a rendkívüli támogatás iránti kérelmünkbe ezt az összeget is beépítette. Úgyhogy tulajdonképpen én most annyit kérek a képviselőtestülettől, hogy úgymond utólag értsen egyet azzal, hogy mivel ezt az összeget saját erőből nem tudnánk befizetni a Zöld Híd részére, ez is benne van a rendkívüli támogatás iránti kérelmünkben. Ha megkapjuk az államtól ezt az összeget, akkor teljesíteni tudjuk a törzstőke pótlást, amennyiben nem, akkor utána a Zöld Hídnak kell eldöntenie a rájuk vonatkozó törvény szerint, hogy hogyan fogják tudni biztosítani a fenntartásukat. Egyébként ezzel kapcsolatban még ezt követően, az anyagot követően több e-mail is érkezett. A legutolsó most érkezett 18-án, amiből tudomásomra jutott az, hogy tulajdonképpen a Zöld Híd több úton is próbál segítséget kérni az anyagi helyzetének a megoldásához. Írtak az alapvető jogok biztosának a hivatalához, és írtak dr. Szabó Marcell jövő nemzedékek érdekeinek védelméért felelős biztos helyetteshez, ahonnan szintén segítséget kértek. Tehát én azt kérem a képviselőtestülettől, hogy értsen egyet azzal, hogy a rendkívüli támogatás iránti kérelmünkbe ezt az összeget beépítettük, és bízunk abban, hogy kedvező elbírálásban részesül a pályázatunk, amennyiben nem, akkor, ahogy mondtam, a Zöld Hídnak valami más megoldást kell keresni, mint ahogy keresik is. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, akkor ezt a határozati javaslatot tenném fel, hogy a képviselőtestület egyetértett az, vagy egyetért azzal, hogy a rendkívüli támogatás iránti kérelmünkbe a Zöld Híd által kartalra kiszámított törzstőke pótlás összegét is beépítettük. Aki ezzel egyetért... Pénzügyi bizottság véleményezte. Jaj, bocsánat, igen, a pénzügyi bizottság ezt tárgyalta. Kérem a pénzügyi bizottság elnökének a véleményét. Köszönöm szépen a szót. A pénzügyi bizottság egyhangúan elfogadta ezt a döntést, tehát a pályázatot nyújtunk be. Egy picit a lakosságnak csak annyit, hogyha esetleg nem volt egyértelmű. Az önkormányzatnak ez jelen pillanatban most saját tőkében nem kerül. Megpályáztattuk, vagy megpályáztatjuk.
ha nyer a pályázatunk, akkor ezt a pénzt odaadjuk nekik. Ha nem nyer a pályázatunk, akkor nem az önkormányzatnak, hanem a Zöld Hídnak kell gondoskodni arról, hogy milyen segítséget fog máshonnan kérni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tehát akkor a pénzügyi bizottság Olá Klára alpolgármester. Picit kiegészíteném a Gábort. Nem a Zöld Hídnak kell gondoskodni, mi vagyunk a tulajdonosok. Tehát a Zöld Hídnak az önkormányzati társulat 100%-os tulajdonosa, és mi, mint önkormányzat, benne vagyunk ebbe a társulásba. Nekünk, mint tulajdonosoknak a törzstőkepótlást meg kell oldanunk. Tehát ez egy lehetőség, a rendkívüli támogatás. Ha ez nem jön össze, akkor további lehetőségeket kell néznünk. Tehát nekünk mindenképpen törvényi kötelességünk, hogy a törzstőkepótlás megtörténjen. Akartam kitérni, hogy magyarul nem fogják levenni a fejünket, nem fogják elvinni az ingatlanjainkat, hogyha most ez nem sikerül, akkor lépünk tovább. Hát nem teljesen. Jó, szerintem ebben most nem kell nagyon elmélyednünk, hogy a Zöld Híd hogyan fogja megoldani az anyagi problémáit. Mi megtesszük ezzel a döntésünkkel azt, hogy megpróbáljuk erre a fedezetet megszerezni. Ha nem sikerül, akkor a Zöld Hídnak vannak törvényi kötelezettségei, és azt meg fogja tenni. Tehát az előbbi határozati javaslatomat már nem mondanám el újra. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag elfogadta a határozati javaslatot. Következő napirendi pontunk a Lehel utcai ingatlanok szennyvízcsatorna hálózata kiépítésére tekintettel a tulajdonosokra áthárítandó hozzájárulás összegéről döntés. A képviselőtestület erre vonatkozóan, illetve a képviselőtestület tagjai erre vonatkozóan megkapták az írásos előterjesztésemet. Itt tételesen felsoroltam, hogy milyen összegekből alakult ki az, hogy a Lehel utcában a szennyvízcsatorna kiépítése bruttó 11.339.890 forintba került az önkormányzatnak. Azért a lakosság tájékozottsága érdekében elmondom, hogy miből is adódott ez össze, mert nagyon nagy összegnek tűnik biztos így első hallásra. Ezt még az előző polgármesterrel kötött megállapodás alapján a DAKÖV Kft. Bevállalta, hogy a 2014. és 2015. évi általuk fizetendő bérleti díj fejében elvégzik a szennyvízcsatorna hálózat és az átemelő kiépítését. Ez ugyanakkor nekünk kiadás, mert ugye ha nem kapunk meg egy nekünk járó bérleti díjat, akkor ez tulajdonképpen nekünk egy kiadás. Ez a két évi bérleti díj 7.075.055 forint. Tehát ez volt a legnagyobb tétel. Ehhez jöttek még a földmunkák 3.206.115 forint összegben. Az utca helyreállításához zúzott követ kellett szállítani, ez 807.720 forintba került, és az elektromosság bekötése pedig 251.000 forintba, így jött ki tehát ez a 11.339.890 forint. Ezt a teljes költséget az önkormányzat nem kívánja a lakosokra áthárítani, illetve az ingatlan tulajdonosokra, ugyanis van a talajterhelési számlánkon 2.262.979 forint, amit egyébként is az önkormányzat környezetvédelmi célokra használhatna csak fel, és a csatorna hálózat kiépítése ez mindenféleképpen egy környezetvédelmi feladat. Én azt javasoltam a képviselőtestületnek az előterjesztésemben, hogy ezt önerőként az önkormányzat vállalját, úgymond a teljes beruházás költségéből, és ha ezt levonjuk a 11 millióból, akkor a megmaradó összeg 9.076.911 forint, és 43 ingatlanról van szó a Lehel utcába, így az ennyi ingatlanra eső költség a csatorna beruházás miatt 211.091 forint. Én a kerekítésre való tekintettel azt javasoltam a képviselő testületnek, hogy ingatlanonként
210 000 forint érdekeltségi hozzájárulást állapítson meg, amit azoknak az ingatlan tulajdonosoknak kell befizetni, akik rá kívánnak csatlakozni a szennyvízcsatorna hálózatra. Ezt az előterjesztést megtárgyalta szintén a pénzügyi bizottság. Kérem, hogy a bizottság elnöke ismertesse a javaslatukat. Köszönöm szépen. A pénzügyi bizottság egyhangúan elfogadta ezt a javaslatot, és még a vízzel is kiegészítettük. Majd ezt következik. Jó. Megkérdezem a képviselőtársaimat, van-e kérdésük, vagy más javaslatuk? Amennyiben nincs, akkor kérem a képviselőtestületet, hogy a... Már csak annyit itt a televízió nézőknek, hogy igazából itt az ingatlanok úgy lettek értékesítve valamikor, hogy nem volt rajtuk közmű, tehát ez nem volt benne a bazárba, azért próbáljuk most ezt szétosztani. Igen, ezt nem mondtam el, de talán már volt róla szó a korábbi testületüléseken, amikor beszámoltam, hogy miért kell most közműveket építeni. Azért, mert az akkori képviselőtestület úgy döntött, hogy a Lehel utcában kialakított telkeket 2 millió forintért adta el közművek nélkül. Viszont ugye közművek nélkül nem kapnak az ott építkezők lakhatási engedélyt, ezért nagyon sürgős volt, hogy ott a csatornahálózat, illetve a következőekben általam elmondott majd ivóvízhálózatot ki kellett építeni, és a jövő kérdése még, hogy miből építetjük ki a gázvezetéket. Köszönöm a kiegészítést. Van-e képviselőtestület részéről kérdés? Nincs. Akkor felteszem a határozati javaslatot, hogy amennyiben a képviselő, tehát hogy a képviselőtestület értsen egyet azzal, hogy a Lehel utcai csatornahálózat kiépítésére tekintettel az ottani ingatlan tulajdonosok 210 000 forint érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére legyenek kötelesek, és úgymond utasítson engem a képviselőtestület, hogy ezt minden ingatlan tulajdonossal hatósági határozatban közöljem. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangú a szavazás. És már amikor a napirendi javaslatokat ismertettem, akkor kértem, hogy beszéljünk az ivóvízről is, ugyanis amikor a meghívó kiküldésre került, akkor még a DAKÖV nem fejezte be teljes egészében az ivóvíz hálózat kiépítését. Ezt az előző testületülésen tárgyalta meg a képviselőtestület. Ugye a legkedvezőbb ajánlat a DAKÖV-nek az ajánlata volt, aki elvégezte úgy a szerelvényezést, mint a földmunkát. Összesen bruttó 3.742.153 forintért, tehát ennyibe került az ivóvíz hálózat kiépítése, most már rá van csatlakoztatva a rendszerre, a lakosok ezt is nagyon várják, hogy beköthessék az ingatlanukba. Itt ezt az összeget, ha szintén elosztom a 43 ingatlannal, akkor ingatlanonként 87 000 forint esik érdekeltségi hozzájárulásként, megfizetendő összegként. Én kérném szintén a pénzügyi bizottság elnökét, ők megtárgyalták ezt a javaslatot, hogy ismertesse a bizottságnak az álláspontját. Köszönöm, a pénzügyi bizottság egyhangon elfogadta ezt a víz hozzájárulást is. Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása. Akkor egyértelmű. Akkor felteszem ezt is szavazásra, hogy a képviselőtestület amennyiben egyetért, hogy a Lehel utcában az ivóvíz hálózat kiépítésére tekintettel az ingatlan tulajdonosok 87 000 forint érdekeltségi hozzájárulást fizessenek, és megbíznak engem azzal, hogy erről a döntésről hatósági határozatban értesítsem az ingatlan tulajdonosokat, akkor kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzanak. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag megszavazta a képviselőtestület.
Következő napirendi pont a régi könyvtár, Arany János utca 1 szám alatt lévő ingatlanunk megvásárlására benyújtott kérelmek megtárgyalása. Képviselőtársaim az egyik kérelmet megkapták beszkennelt formában, a másik kérelem pedig pénteken érkezett. Az első kérelem Feri Teréz és Feri Zoltán Bemutca 10 szám alatti lakosoktól érkezett, akik megvennék az ingatlant 4 millió forint vételárért. Hivatkoznak arra, hogy megtekintették ezt az ingatlant, ők lakást szeretnének belőle kialakítani, vagyis hát családi házat, és mindannyian ismerjük ennek az ingatlanunknak az állagát, valóban erre nagyon sokat kellene költeni. Ők azt írják, hogy tehát 4 millió forintot hajlandóak érte fizetni. Érkezett egy másik kérelem pénteken, ez pedig a Unitas Kft., aki 4,5 millió forint vételárat ajánl, és tulajdonképpen vállalja, hogy a testület döntése szerint, vagyis hát a döntés szerint bontás után új épületet épít, vagy a jelenlegi építményt felújítja. A kérelem nem tartalmazza azt, hogy milyen célra szeretné a Kft. Megvásárolni ezt az ingatlant. Az ingatlanról annyit szeretnék elmondani, hogy a tulajdoni lap, ami teljesen friss, a tulajdoni lap tanúsága szerint ez az ingatlan 852 négyzetméter nagyságú, 1:1 arányban az önkormányzat tulajdona, és egy 55 négyzetméteres vezetékjog terheli, egyébként teljesen perteherés igénymentes. Az én javaslatom az volt, mivel ez a vagyonunk, a vagyon kataszterben 6 millió forint értéken van nyilvántartva. A javaslatom az, hogy sem 4 millióért, sem 4,5 millióért ne adjuk el, mert akkor értéken alul adnánk el, és ez valahol egy kicsit a hűtlen kezelés fogalmát idézi fel bennem. Én azt javasoltam a pénzügyi bizottsági ülésen is, hogy legyen egy 5 vagy 5,5 milliós irányár, és utána úgymond, ha még a ajánlatot benyújtókat érdekli, vagy még esetleg más személyeket is, ezt az ingatlan eladási szándékunkat, mert szerintem el kell, hogy adjuk ezt az ingatlant, mert rákölteni nem tudunk, nem tudjuk mire hasznosítani. Ha sokáig így áll, akkor ez az épület össze fog dőlni. Tehát mindenféleképpen el kellene adni, de azt gondolom, hogy akár a Régió Plus televízión keresztül is hirdethetnénk ezt az ingatlant, érkezhetne rá be több kérelem, és úgymond licitálnának, hogy ki ad érte többet, és akkor nekünk nem mindegy, hogy milyen vételáron adjuk el. A pénzügyi bizottság ezt is megtárgyalta, kérem Langa Gábor bizottsági elnököt, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. Köszönöm szépen. Igazából, mivel 6 millió forinton van nyilvántartva, de az ingatlan állapota évről évre romlik, ezért a pénzügyi bizottság egyhangban úgy döntött, hogy 5 millió forinton tűzünk egy pályázatot, egy 30 napig függesszük ki, és ide lehet licitálni, vagy akit érdekel, aznak lehet benyújtani egy pályázat szerűség, tehát egy ajánlatot kell, hogy benyújtsanak. Köszönjük szépen. Köszönöm. Bognár László képviselő. Köszönöm. Nem szerepelt az anyagban sem a Feri családnak a 4 milliós ajánlatában, hogy ez bruttó vagy nettó ár, mert ugye, hogyha ezt eladjuk, akkor minket még áfa fizetés terhel. Brutto. Hát összesen ennyit tudnak érte. Összesen, igen. Összesen. Szászíni? Annak idején is szóba került, illetve akkor is érkezett régebben egy megvásárlási kérelem, talán több is, és azért nem adtuk el, mert hát egyrészt nem kellett akkor hirtelen annyira az a pénz, másrészt pedig, hogy katasztrófa esetére tartottuk fönt, hogyha valamelyik családra hirtelen történik valami, hogy legyen hova költöztessük. Van-e az önkormányzatnak egy ilyenfajta felelőssége, hogy segítsen a hirtelen fedél nélkül maradókon? Én azt gondolom, hogy ha egy katasztrófa helyzet alakulna ki, akkor tehát meg tudnánk oldani úgy, hogy a sportcsarnok, művelődési ház, tehát vannak olyan intézményeink, ahol el tudnánk
több családot is helyezni. Én nem gondolom, hogy ebből a célból ezt az épületet meg kellene tartani, mint ahogy mondtam, mert ha nem tudunk rákölteni, ez előbb-utóbb összedől. Vályokból van, kívülbelül nagyon rossz állapotban. Van-e egyéb vélemény? Gyöngy Mónika? Nekem csak annyi lenne a kérdés, hogy ez a 30 napos időszak, ez mikortól venné kezdetét? Tehát esetleg a testületi ülésnek a tévében történő közzétételétől, vagy hétfői naptól, és akkor kifüggesztjük az önkormányzat hirdető tábláján, vagy technikailag hogy történne ennek a végrehajtása? Hát én azt gondolom, hogy megrendelném a testület felhatalmazás alapján, hogy a Régió Plusz tévén ez a hirdetés menjen, és amikortól tehát a hirdetést meg tudjuk jelentetni, onnantól számított 30 napon belül lehetne még további vásárlási szándékot bejelenteni. Köszönöm. Jó, akkor most még annyiba, lehet, hogy én nem figyeltem már eléggé, hogy most akkor az 5 milliót, vagy az 5 millió 5-öt? 5-öt fogadtunk el. Jó, bocsánat. Bruttó, azt kérdeztem. De hogy ez is megkérdeztél, ha kérdeztél. Házeladásnál áfa? Most nem vagyok benne biztos, mintha azt mondta volna Andika, hogy itt nem lesz. Nem áfa. Lesz áfa, ugye? Igen, igen. Én is úgy tudom, hogy ezek nem áfások. Ingatlan eladás, ha önkormányzat ad el ingatlant. Korábban az volt? Igen, most már igen. Ezek áfamentesek. Jó. További kérdés, hozzászólás nincs. Akkor aki egyetért azzal, hogy a jelenleg benyújtott és ismertetett vásárlási kérelmeket elutasítjuk, és a képviselőtestület úgy dönt, hogy ezt az ingatlant a Régió Plusz televízión keresztül meghirdeti eladásra, és a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül vár további vásárlási szándékokat, az kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze, ha egyetért. Köszönöm egyhangul. Azért azt nem tudom, nem kell elmondani, hogy nem biztos, hogy 5 millió forint lesz a ház, mert kettő vagy három jelenkező, arról beszéltünk, hogy egy nyílt... Aki többet tetszik. Igen, köszönöm. Arról is beszélni kell, hogyha van 4-5 olyan ajánlat, akkor mindig egyforma, hogy akkor azt hogy fogjuk megversenyeztetni majd. Klári? Azért lenne jó, hogyha ugye a vételi szándékát jeleznék a vevők, a leendő vevők, és utána, ha letelik a 30 nap, akkor egy nyílt tárgyalás keretébe leültetni a vevőket, és akkor létszített meg lehetne, tehát végre lehetne hajtani. Tehát véletlenül se forduljon elő az, hogy a vételi szándékába jelez valaki valamilyen összeget, és utána egy másiknak nem jut arra esélye, hogy esetleg felé licitáljon. Ez jó az önkormányzatnak is, meg hát a vevőket is arra fogja ösztönözni, hogy egy picit magasabb árat adjon az ingatlanra. Tehát akkor a 30 nap letelte után valamilyen határidőt, majd vagy ugye meg kell határozni valamilyen határidőt, hogy egy nyílt tárgyalás keretében a vételi szándékot beadó vevők le tudjanak egymással ülni, ott természetesen ott legyen az önkormányzat képviselői is, és akkor meg tudják határozni azt az árat. És természetesen ez 5 milliónál lehet több is, mert hogy ugye licitálni lehet rá. Jó, megfelelő így a válasz. Köszönöm szépen. Következő napirendi pont a Kartali Ne Felejts Népzenei Egyesület és Kulturális Közhasznú Egyesület támogatási kérelme. A kérelem 6. hó 19-én érkezett. Azzal a kéréssel fordulnak a képviselő testülethez, hogy 200 ezer forint összegű támogatást nyújtson a testület a működésükhöz. Sok kitüntető, arra hivatkoznak, hogy számos kitüntető címmel rendelkeznek, az ország bármely részére kapnak meghívást, és az úti költségekhez és a működésükhöz van szükség erre a támogatásra. Megtárgyalta ezt a pénzügyi bizottság, szintén kérném a javaslatot ismertetni. Igen, köszönöm szépen. A pénzügyi bizottság egyhangon 100 000 forintot szavazott meg, mégpedig azért, mert
Egy az, hogy pénzszűkében van az önkormányzat, a másik indok pedig az, hogy másoknak is 100 000 forintot adtunk, és úgy gondoltuk, hogy így ez igazságos. Köszönöm. Van-e a képviselőknek esetleg más javaslat? Jó. Akkor felteszem szavazásra, hogy kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a Kartali Ne Felejts Népzenei Együttes és Kulturális Közhasznú Egyesület részére az önkormányzat 100 000 forint támogatást nyújtson, és felhatalmaz arra, hogy ezt a pénzügyi csoporttal átutaltassam a számlájukra, kérem, hogy készfelemeléssel szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangú. A következő napirendi pont, ami ma érkezett kérés, ez a Szent Erzsébet Karitász csoport vezetője adott be egy kérelmet. Az idén is megtartják a kéthetes Karitász tábort, ami azt jelenti, hogy két héten keresztül hetente 4 nap 80 gyermeknek az étkezését biztosítják. A 5. napokra kirándulásokat szerveznek, és hát kérik a képviselőtestület támogatását. Forintot nem jelöltek meg. Én itt a hivatali dolgozókkal egyeztettem, és tulajdonképpen korábbi években is a képviselőtestület úgy támogatta a Karitász tábort, hogy biztosította a főzéshez a nyersanyagot is, igaz? A nyersanyagot és tulajdonképpen a konyhai személyzetet, illetve hát a konyhába azért a rezsi, mert fogy a gáz, a villany, a víz. Én azt javasolom a képviselőtestületnek, hogy ebben az évben is ugyanebben a formában támogassuk, tehát ne pénzösszeggel, de majd mindjárt a pénzügyi bizottság elnökének átadom a szót, hogy végül is ők pontosan miben maradtak, és mit javasolnak a képviselőtestületnek elfogadásra. Köszönöm szépen. Igazából, mivel az önkormányzatnak elég szűkösek a keretei, ezért a pénzügyi bizottság egyhangon úgy döntött, hogy csak az alapanyagot kell, hogy kifizessék, az önkormányzat biztosítja magát a munkát, tehát a főzést. És így van, a technikai feltételeit, meg a rezsijét. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek más javaslata, véleménye? Szeretném megkérdezni, hogy már mondjuk akkor így egyértelmű, hogy akkor ez a 2x4 napra vonatkozik, tehát hideg élelem csomagolásra nem, hiszen a nyersanyagot akkor ők fogják állni. Körülbelül 300 forint körül jön ki, a számítások szerint 300 forint per adag körülbelül annyira jön ki ez. Már a nyersanyag, vagy amit mi a nyersanyag? Igen. Jó, akkor én egyetértek a bizottság javaslatával, és akkor kérem a képviselőtestületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a Szent Erzsébet Karitász csoportnak az ebben az évben megtartott kéthetes táborát úgy támogatjuk, hogy biztosítjuk a konyhai személyzetet és magának az ebédnek az elkészítését, úgy kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzanak. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadta a testület a támogatásnak ezt a formáját. A következő jegyzőasszonyhoz érkezett egy kérelem, Ceglédiné közterület használat iránti kérelme, akkor megkérem jegyzőasszonyt, hogy röviden ismertesse. Köszönöm. Ceglédi Gyulán és Torba János a Kartal Mártírok út 9 szám alatti ingatlant szeretné átépíteni, és az építési engedély kiadásának az a feltétele, hogy az önkormányzatra, hogy az önkormányzat járuljon ahhoz hozzá, hogy közterületre kiérő bizonyos részeket biztosít ehhez az építkezéshez. Az egyik ilyen közterület a garázshoz épülő rámpának egy 4 négyzetméteres része,
a másik pedig a Petőfi közfelől épülő út, amely körülbelül 20 négyzetméter nagyságú közterületet érint. Nem tudom, hogy a képviselők tudják-e, hogy hol van ez a Mártírok út 9 szám alatti ingatlan. Ez a régi piac térnek az egyik benti sarka, ahol eddig is van már egy út, csak annak a meghosszabbítását kell neki kiépíteni. A testület állandó jellegű használathoz járulhat hozzá. A építető félnél területbérleti szerződést kérhet, építető féltől, vagy köthet, és itt a bérleti díj havi mértékéről a kérelem alapján egyedileg állapíthatja meg a képviselőtestület. Azt már elmondtam a pénzügyi bizottság ülésén is, hogy korábban, hogyha ilyen magánszemély vagy lakossági kérelem érkezett a közterületnek ilyen jellegű használatához, a testület korábban díjat nem állapított meg. Köszönöm. Kérem a pénzügyi bizottság. Annyi kérdésem lenne csak, hogy ez senkit nem sért. Tehát mindenki ugyanúgy tud, tehát hogy tisztázzuk, hogy senkit nem befolyásol. Most is használják, és senkit nem befolyásol. Jó, hiszen ez a térnek egy sarkonben. Köszönöm szépen. Pénzügyi bizottság javaslata. Köszönöm. A pénzügyi bizottság ezt megtárgyalta, és egyhangúan érték nélküli szerződést állapítottunk meg. Magyarul nem kell fizetni semmit. Jó. Más vélemény? Akkor amennyiben a képviselőtestület egyetért azzal, hogy Ceglédi Gyuláné részére a kérelmének megfelelő nagyságú közterületet ingyenesen biztosítja, úgy kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangulag egyetértett a képviselőtestület ezzel a döntéssel. Még egy dolgot, ez itt a testületi ülés alatt merült fel, és ebben kellene, hogy döntsünk. Ugyanis az iskola igazgatója szóban fordult hozzám már jó pár héttel ezelőtt egy olyan kéréssel, hogy most az alsó tagozatban több gyermek van, tehát egy osztállyal tulajdonképpen többen vannak, és nem tudják elhelyezni ezt az osztályt a nagy épületbe. És van ugye a kis épület, ahol jelenleg a könyvtár van, és a Vargáni Deák Margitkának az irodája. Most ebben az irodában úgy tudom, hogy a nyugdíjas egyesület is tartja a próbáit, meg talán az asszonykórus is. És igazából én elsőre úgy gondoltam, hogy hát ez egy átszervezési kérdés, hogy akkor majd ők áttelepülnek úgymond a művelődési házba, de itt a képviselőtársaim és jegyzőasszony tájékoztatott, hogy ebben a kérdésben régebben is a képviselőtestület döntött, mert hogy ez már átszervezésnek minősül. Tehát tulajdonképpen ez az iskola igazgatónak a kérelme, hogy azt a termet adjuk át oktatás céljára. Én megkérdezem a képviselőtársaimat, hogy erről mi a véleményük. Szászine Évike? Én csak annyit tennék hozzá, és ezért is jeleztem, hogy beszéljünk róla, mert annak idején, amikor a Kliknek átadásra került az iskola, akkor mi már előtte ezt az épületet nem adtuk át, mert hogy átszerveztük művelődési ház és könyvtár helyiségnek. Tehát ez az épület nem került át a Kliknek. De az iskola egyébként se került át a Kliknek. Használatra átkerült. Tehát ingyenes használatra átkerült az épület, és azért voltunk rajta, hogy még előtte kiszervezzük, illetve ezt az épületrészt átadjuk a könyvtárnak és a művelődési háznak, hogy teljes hatáskörben a miénk legyen. Tehát ezért jeleztem azt, hogy ez mindenképpen átszervezést igényel. A másik pedig az, hogy azért került erre sor, mert a művelődési házat úgy gondoltuk, hogy spórolunk, hogyha nem fűtjük be. Most onnantól kezdve, hogyha ott irodát hozunk létre, akkor ott állandóan fűteni kell. Akkor is, ha csak egy helyiséget fűt, és esetleg villanyradiátorral fűti, ez pénzbe fog kerülni. Tehát ezért érdemes mindenképpen beszélni róla, azt gondolom. Monika? Én is azt gondolom, hogy érdemes beszélni róla, de ha a létszám adott, már pedig adott, és nem férnek el abban az épületben, akkor valamilyen fajta megoldást kell találni, tehát el kell őket helyeznünk valahová. Jó, csak így kell gondolni.
Hát mivel a igazgató asszony ugye az én tájékoztatásomra nem maradt itt, mert hogy azt gondoltam, hogy ehhez nem kell képviselőtestületi döntés, de tulajdonképpen ugyanezt tudná elmondani, amit én, hogy szükségük van még egy tanteremre a tanulói létszám miatt, én akkor azt javasolom, hogyha más javaslat nincs, hogy ugye ezt nekünk meg kell oldani, és akkor tulajdonképpen kérem a képviselőtestületet, hogy értsen egyet azzal, hogy ezt a helyiséget tanteremmé alakítjuk, és akkor ezt akkor a kliknek ugyanúgy, mint az iskola épületét, mind a két iskola épületét ingyenes használatra átadjuk. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy egyhangulag egyetért ezzel a képviselőtestület. Most már akkor az utolsó napirendhez értünk, amikor szeretnék tájékoztatást adni a két ülés között történt intézkedésekről és fontosabb eseményekről. Legutóbb ugye 2015. május 21-én tartott a képviselőtestület ülést, melyről nem készült tévéfelvétel, mégpedig azért, mert a napirendek nagy része árajánlatokról való döntés volt, és azt gondoltam, hogy valamilyen szinten üzleti titok, és természetesen ígéretünkhöz híven a nyilvánosságot továbbra is biztosítani fogjuk, akarjuk, ezért van itt most is a televízió, és a jövőben is itt lesz. A két ülés között eltelt időszakban röviden ismertetném, hogy milyen események voltak. Május 31-én megemlékeztünk a Hősök Napja alkalmából a háborúban elesett hősökről, és én megköszönöm azoknak a képviselőtársaimnak a jelenlétét, akik ott voltak ezen a megemlékezésen. Ezt már elmondtam, hogy a Zöld Híd igényét ezt benyújtottuk a rendkívüli támogatás iránti kérelmünkben. Ezen kívül a májusi testületi döntés alapján benyújtásra került pályázat útaszfaltozásra, sportpálya műfűvel való ellátására és óvoda nyílászáróinak a cseréjére. Éppen azt hiszem a mai napon jött, hogy ezekkel a pályázatokkal kapcsolatban hiánypótlásra szólították fel a pénzügyi csoportot. Én itt szeretném megköszönni Olá Klára Mária alpolgármester asszonynak a segítségét, a három pályázat előkészítését teljes egészében magára vállalta, sőt még a pénzügyi csoportvezetőt is segítette abban, hogy ez a rendszerbe, az EBR rendszerbe feltöltésre kerüljön határidőben. Június 4-én köszöntöttük a pedagógusainkat, és ismét köszönöm azoknak a képviselőtársaimnak, akik eljöttek erre a rendezvényre. Ezt azért hangsúlyozom, mert nem akarok senkit megbántani, de nekem nagyon furcsa, hogy egyes képviselők semmilyen falu, illetve önkormányzati rendezvényen nem jelennek meg. Tovább haladva időrendbe, június 5-én elvégeztettük az intézményeinkben a rovar és a rágcsálóirtást, illetve a komposztáló telepként indult, mára már többször általam szeméttelepnek nevezett telepen is 6 darab patkányírtó dobozt helyeztettünk el, ugyanis a patkányok már a környékbeli portákon jártak. Itt szeretném megemlíteni, hogy volt egy tárgyalásunk, illetve egy egyeztetésünk a tangazdaság vezetésével, és úgy néz ki, hogy ennek a szeméttelepnek a felszámolásában ingyen fognak segíteni, ahogy a gépeik szabadok lesznek, úgy azokon a napokon dolgoznak. Június 9-én kezdték meg templomunkra felszerelni a toronyórát, amelynek felszentelése és egy jótékonysági rendezvény az Aszódi Rendelőintézet javára a tegnapi nap folyamán volt. Ezen is úgy láttam, hogy jó pár képviselőtársam jelen volt, és szintén köszönöm. Még szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet, de erről azt hiszem majd később kell dönteni és gondolkodni rajta, hogy körülbelül 2 hete felhívtak engem telefonon Kapnyik bányáról. Ez a
település, ugye testvérvárosunk, és most nem hoztam be az a férfinak, aki felhívott a nevét, tulajdonképpen tájékoztatott, hogy Kapnyikbányán is új polgármester került megválasztásra, az alpolgármesterük tud magyarul, és tulajdonképpen, hogy az előző ciklusban megszakadt ez a testvérvárosi kapcsolat, illetve amilyen ő üzleti lehetőségeket ők láttak ebben a testvérvárosi kapcsolatban, abból nem lett semmi, és hogy tulajdonképpen kérte, hogy kérdezzem meg a képviselőtársaimat, hogy szeretnénk-e ismét feleleveníteni ezt a testvérvárosi kapcsolatot, számíthatnak-e ránk. Azt gondolom, hogy ezen gondolkodnunk kell, és térjünk vissza rá, mert ez azért egy külön napirendet megér, hogy mi ennek az előnye és mi a hátránya. Azt is szeretném elmondani a képviselőtársaimnak és a lakosoknak is, hogy nem panaszképpen, de a választások óta eltelt 8 hónap alatt a napi munka mellett még folyamatosan az elmúlt esztendők hiányosságainak, hibáinak a következményeit próbálom rendbe rakni, próbáljuk rendbe rakni, és igen sok intézkedést és anyagi veszteséget okoznak ezek a múltbéli hibák. Csak kettőt szeretnék megemlíteni, a többire, ami már régebb volt, már nem is hivatkozom. Éppen a múlt héten történt, hogy egy 2009-ben ki nem egyenlített számla miatt lefoglalták az önkormányzat mindkét gépjárművét, és a végrehajtó kivonatta a forgalomból. Próbáltam hivatalon belül tisztázni, hogy ki ezért a felelős, hogy 2009 óta senki nem reklamált, nem mondtak ellen a fizetési meghagyásnak. A közjegyző tájékoztatott, hogy 2013. október 10-én került átvételre a közjegyzői fizetési meghagyás, ugye, ami egy végrehajtási eljárás megindítását megelőzi. Érdekes módon ez át lett véve természetesen, de sem beiktatva, sem a hivatalban nem lelhető meg nem lelhető fel a fizetési meghagyás. Ennek következtében a eredetileg 600 ezer forintos követelés helyett 1.211.577 forintot kellett kifizetnünk a végrehajtónak, azért, mert ugye a gépjárművekre nekünk szükség van, hiszen ez a működéshez kell. A teherautónkkal ugye a közmunkások kerülnek kiszállításra, illetve az építőanyagok, a másik autóval pedig ugye az élelem kerül kihordásra az intézményekben. Szeretném azt is elmondani, bár anyagilag ez nem volt annyira megterhelő, hogy furcsa módon mindig előjön valami múltbéli dolog. Szintén a múlt héten derült ki, hogy az óvodában lévő étel lift, mióta ott van felszerelve, soha nem volt évente felülvizsgálni, vagy felülvizsgálva, ugye ezt jogszabály írja elő, hogy a lifteket negyed évente karban kell tartani, évente egyszer pedig felülvizsgáltatni. Emiatt az óvodához ment egy levél, amit behozott nekem az óvodavezető asszony. A Budapest Fővárosi Kormányhivatal elrendelte, hogy 30 napon belül szereltessük le a liftet, vagy 30 napon belül vizsgáltassuk felül, éves, tehát hozzáértő szakemberrel végeztessük el a kötelező felülvizsgálatot. Hát itt is SOS-be intézkedni kellett, mert benne volt a kormányhivatal határozatában, hogy 1 millió forintig terjedő bírsággal fognak sújtani, hogyha ennek nem teszünk eleget. Azonnal felvettem a kapcsolatot, úgy nevezik, hogy Marton Kft., akik végzik ezeket a éves felülvizsgálatokat, rögtön meg is jött az árajánlat, 16.200 forintért elvégzik, ma meg is jött a szerződés, amit visszaküldök. Ezt csak azért mondom el, hogy tudják, hogy azért zajlik itt az élet. Még szeretném elmondani, mert itt a óvodai napirendnél mindenféle pletykáknak nevezett dolgok merültek fel, és hogy ne legyenek pletykák, szeretném azt is elmondani, hogy 2015. június 18. napjától Bognár József, a közfoglalkoztatottak vezetője betegállományban van.
Nem szeretném, hogyha az a híresztelés járna a faluba, hogy én kirúgtam. Az történt ugyanis, hogy ő beteg, nagyon sokszor egy hétig, napokig, 10 napig nem jött be, ugyanakkor itt van 34 közfoglalkoztatott, akiket naponta el kell irányítani, akiket ellenőrizni kell, akiknek úgymond kell egy felelős vezető, és mivel ő erre az egészségi állapota miatt már nem volt alkalmas, így úgymond felajánlottam neki, hogy menjen el betegállományba, amíg meg nem gyógyul, és utána visszavárjuk. A helyettesítéséről most a napokban fogok egyeztetni, mert kell, hogy egy felelős vezetőjük legyen, hogy nehogy valakivel baleset történjen, vagy ugye őket időnként sajnos némelyiket szondáztatni kell, tehát ezt azért szerettem volna, hogy semmiféle ferde információ ne kerüljön ki a köztudatba. Még szeretném elmondani, hogy már korábban is tájékoztattam a képviselőtestületet, hogy a községháza, ahol ülünk, épületében számos hiba van, és én a General Central Kft.-nek írtam egy levelet, hogy garanciában javítsák ki a hiányosságokat. Akkor azt a választ kaptam, hogy mert ugye elmondtam azt is a képviselőtestületnek, hogy a fővállalkozóval kötött szerződésben nem volt beleírva, hogy hány év garanciát vállalnak, kipontozva volt az a rész. És én az első levelemben is megírtam, hogy mivel nem tartalmazza a szerződés a garancia időtartamát, így a jogszabályban előírt garanciális éveket veszem alapul. Visszaírták, hogy hát igen, tényleg, hát hibá, figyelmetlenség miatt kimaradt a garancia évének az időtartama, de hát ők már a közbeszerzési ajánlatukban is csak 2 év garanciát vállaltak erre az épületre, tehát nem hajlandóak kijavítani. Akkor ismét írtam nekik, hivatkozva az ide vonatkozó jogszabályra, hogy már pedig itt a hibák, amik felmerültek, 3, 5, illetve 10 éves garanciát biztosít a jogszabály ezekre. Most a legutóbbi levelükben olyan kibúvót találtak, hogy ez a községháza nem új épület volt, hanem a projekt az felújításra szólt, és ugye az a jogszabály, amire én hivatkozok, az a új épületekre vonatkozó garanciális időtartamot rögzíti, ez pedig felújítás volt. Itt majd a képviselőtestületnek kell mérlegelni. Én azt gondolom, hogy ne menjünk bele egy pereskedésbe, mert itt akkor a statikustól kezdve mindenféle szakértőt kellene hívni. A szakértői díjak azt gondolom milliós nagyságrendre rúgnának, hosszú évekig tartó per lenne. Én nem gondolom, hogy ezt a ciklust akár polgármesterként is ezzel szeretném eltölteni. Ehhez kapcsolódóan egyébként szeretném még elmondani, hogy most ugye elég gyakran voltak nagy esőzések, ismét beázott a hivatal, egész rendesen. Kihívtuk a biztosítót, bízva abban, hogy hát ha a beázása tekintettel valami biztosítási kártérítést kapunk. A biztosítónak kint volt a szakértője, megtekintette a tetőszerkezetet, a esővíz elvezető csatornát, és közölte, hogy mivel ez kivitelezési hiba, tehát a beázásért nem fizet a biztosító. És tulajdonképpen még annyit szeretnék a jövőbeni eseményekről mondani röviden, hogy július 18-19-én a bölcsöde mögötti téren ismét lesz egy rendezvény. Ezt a képviselőtestület az előző testületi ülésen megszavazta. Nem az önkormányzat szervezi, ugyanaz a vállalkozó szervezi, aki a április 11-12-i rendezvényt szervezte, annyi, hogy itt a testület döntése alapján 100 000 forint közterület használati díjat szabtunk meg, ezt a szerződés alapján be is fizette, a kauciót pedig július 15-ig, tehát a rendezvény előtt be fogja fizetni. Ennyi lett volna az én tájékoztatóm, és közben Langa Gábor képviselőtársam szót kért. Igen, a komposztálóra szerettem volna reagálni,
hogy holnap reggel 8 órára van a kis Andrással egy ilyen helyszíni szemle, hogy kimegyünk, körbejárjuk, és azt mondta, hogy természetesen, ahogy van gépük, ők maguktól fognak jönni és csinálják. Urbán Imréjét nem értem el telefonon, de ők is azt mondták, hogy természetesen most már azért beindul az aratás, nekik az az első és legfontosabb, de ahogy van idejük, ő is csatlakozik. Köszönöm szépen. Mónika? Nekem egy kérdésem és egy kérésem lenne. Igen? Az egyik a versegi elszámolással kapcsolatos ez a kérdésem lenne, hogy sikerült-e a pénzügyi csoportnak kiszámolni és a versegi önkormányzattal közölni, vagy esetleg az adósságrendezés keretében már be is jelenteni? Ezzel kapcsolatban ugye a legutóbbi képviselőtestületi ülésen ugye tájékoztattam a képviselőtársaimat, most nem emlékszem már a pontos összegre, ha keresném, megtalálnám, 28 millió valamennyi volt az, ami ugye a iskolatársulás miatt folyamatban volt, perben nem lett érvényesítve. Ezt a testületi határozatot egy kísérő levéllel elküldtem természetesen Verseg község polgármesterének, azzal, hogy tárgyalja meg a testület, és tájékoztassanak, hogy hogyan fogják ezt kiegyenlíteni. Időközben jegyzőasszonytól tudom ezeket a folyamatokat, illetve jó kapcsolat révén Józsa Csaba polgármester úr is tájékoztatott, hogy most már végre ki lett rendelve egy olyan adósság rendező pénzügyi gondnok, aki most már kint volt a múlt héten, tehát tulajdonképpen ez megjelent a cégközlönyben, megindult az adósságrendezési eljárás, innentől számított 60 napon belül van ugye jogunk, vagy joga minden hitelezőnek bejelenteni a követelését. Én kifejezetten utasítottam a pénzügyi csoport vezetőjét, hogy mihelyt a cégközlönybe megjelenik, azonnal minden követelésünket jelentsen be a pénzügyi gondnoknak. Tehát ez folyamatban van. Hát aztán, hogy mennyi jut majd belőle, vagy mennyi térül meg, azt meg fogjuk látni. Köszönöm, és még egy lett volna. Igen? Itt a Bognár úrnak a helyettesítésével kapcsolatban én azt szeretném megkérdezni, vagy kérni, hogy van arra esetleg lehetőség, hogy ezt meghirdessük, és pályázati úton biztosítsuk a Bognár úr helyettesítését? Hát mivel nem tudjuk, hogy mennyi ideig lesz betegállományban, táppénzen, én megmondom őszintén, arra gondoltam, hogy házon belül oldjuk meg. Még nem tudtam leülni, de már említettem, azt sem titok, hogy kivel szeretném. Szabó István, aki lassan már talán 30 éve dolgozik az önkormányzatnál, és tulajdonképpen a közfoglalkoztatott, nem azt mondom, hogy vezeti, de viszi a területre, ahol dolgozni kell, ő ugyanúgy dolgozik. Pénteken említettem neki, hogy gondolkodjon rajta, hogy elvállalná-e, és akkor ezen a héten tisztázzuk le. Nem szeretnék addig egy külsős embert idehozni, mert ha a Bognár úr meggyógyul és visszajön, akkor természetesen ő végzi ezt a munkát. Úgyhogy egyelőre nem szeretnék külsős embert hozni, tehát úgymond a mostani létszámmal szeretném ezt a feladatot megoldani. Köszönöm. Szászi Névike? Én örömmel tapasztaltam, hogy a buszmegállók felújításra kerültek, tehát ennek szerintem nagyon örül mindenki, de ugyanakkor visszatérő téma a kátyuk, hogy ezzel kapcsolatban tudsz-e valami tájékoztatást adni? Kátyúzással kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy ha pénzhez jutunk valahonnan, akár a rendkívüli támogatásból, akkor mindenféleképpen azt, ugye elmondtam az előbb, hogy aszfaltozásra pályáztunk, tehát ott a Bocskai utca és a Bartók Béla utca, ugye, úgy tudom, ami megtekintettük és sürgősen felújításra szorul, aszfaltozásra. A kátyúzás, az majd megkérem Szarvas Csaba képviselőtársamat, hogy segítsen, nagyon sokba kerülne, mert volt egy kátyú, amit betöltöttek, nem volt nagy, és valami 6 zsák, ugye, jól emlékszem, 6 zsák ilyen aszfalt ment bele, és egy zsák, ha segítesz... 3800 forint volt egyetlen zsák. Tehát akkor úgy számoljunk, hogy durván 20 000 forint egy kátyú. Természetesen ettől van olcsóbb megoldás is. Ez egy olyan lehetőség, hogy ezt kaptuk, ezt az aszfaltot, ezt a zsákos aszfaltot, ez egy próba
kátyúzásról tulajdonképpen, ettől van olcsóbb megoldás, és attól függetlenül, tehát majd annak nézünk utána úgyis. Tehát egyelőre most azt tudom mondani, tudom, hogy a lakosoknak is nagyon fontos, és tudom, mert figyelem én is az utakat, hogy nagy kátyúk vannak, de most nem dramatizálom a helyzetet, de anyagilag jelenleg most egyik pillanatról, vagy egyik napról a másikra élünk, most nem tudunk. Ha nyerünk ezen a rendkívüli támogatás iránti pályázaton, akkor mindenféleképpen ezeket a kátyúkat eltüntetjük. Van-e még további? Tessék, Langa Gábor képviselő. Csak egy javaslat ehhez a kátyúzáshoz, hogy akár marcaszfaltot, vagy nincs itt a hivatalban olyan kő, vagy valami, amit bele lehetne szórni, hogy azok a nagyon nagy kátyúk eltűnjenek. Tehát tudom, hogy ideglenes megoldás, de már akkor is teszünk. Tehát itt azt hiszem a Rally kocsmánál hatalmas gödör van, arra felénk ott kint a Széchenyi utca körül, a busz megállóknál, igen. Tehát vannak olyan kritikus pontok, hogy én szerintem... Ott már csak egy sávon tudunk meg a Rally kocsma előtt, tehát muszáj átjönni, átfutni. Meg van olyan hely, ahol nem lehet kikerülni, tehát az egyiket kikerül, a másik kerék biztos, hogy bele megy a másikba. Hogy hát esetleg... igen, az úzott kőben mi is gondolkodtunk, mert hogy itt van a hivatal udvarán rengeteg beton, érkezett is egy árajánlat, 15 000 forint per óra, hogy ledarálja a betont. Amikor azt kértem, hogy legalább írja már meg, hogy körülbelül lesz hány nap és hány óra, erre már nem kaptam választ, viszont ha jól emlékszem, mert annyi minden zajlik, Szarvas Csaba képviselőtársam tájékoztatott valamelyik nap, hogy sikerül egy olcsóbb céget idehozni úgy, hogy nem csak a mi beton törmelékeinket darálja le, hanem ugyanilyen munkát elvégezne Versegen, meg még valahol, és akkor már a három terület miatt érdemes idejönni, és most nem tudom, segíts Csaba, légy szíves, hogy ők milyen óradíjat mondtak. Nem is tudom, napi díjba volt, most pontosan nem tudom, de nem Versegen, hanem a TS-nek van. Jaj, a TS-nek, tehát nem nagy távolságban. Ezek 60 köbméter per órát a komoly gépek annyit ledarálnak. Tehát, itt van napi díjba van. Két-három óra hossz alatt ezt lehet. Tehát nem nagy összegben. Igen, bocsánat, hogy közbeszóltam. Tehát folyamatban van ez is, tehát foglalkozunk ezzel is, hogy a beton le legyen darálva, és ebből akár a kátyúkat, akár azokat az utakat, ahol még aszfalt sincs, hogy fel tudjuk tölteni. Csak ugye, ahogy mondtam, minden olyan nehézkes, mert kis mennyiségért nem jön ide vállalkozó, de így, hogy most a TS, meg akkor a miénk is, még más, igen. Tehát így már olcsóbban meg tudjuk oldani, úgyhogy ez is folyamatban van. Van-e még egyéb esetleg kérdés, vagy amit én elfelejtettem itt mondani a kicsit hosszúra nyúlt képviselőtestület ülésen? Hát amennyiben nincs, akkor én megköszönöm képviselőtársaimnak a részvételüket, a hozzáállásukat, a segítségüket, megköszönöm a lakosság részéről itt lévőknek a jelenlétüket és a türelmüket, és a képviselőtestületi ülést bezárom, és mindenkinek jó éjszakát kívánok. Köszönöm.